Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra. Nem, még csak hát már, én már átállítottam fejben az órát. 6 óra után vagyunk, 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Hello. Drága hallgatók, nem tudom, miért mondtam ezt a 7 órát, valószínűleg már lélekben már trenírozom magam erre a nyomorúságos rohadt idő átállításra, ami nem sokára lesújt majd. Lesújt majd ránk, de utálom. Na de vigasztalhatottuk az idővel, mert kinézzük az ablakon, azt látjuk, hogy csodaszép idő lesz ma. Egészen biztos. Tegnap egy kicsit felhős kis volt, kicsit szomorkásabb, szürkébb, de hát ez, ami most kín van, hát elképesztő. Nekem a metróból. Ugye, igen. Szembenézel a nappal, én nekem a legszebb kilátás a Lágymenyosi hídon, amikor jövök. És ráfordulok Budáról, és jövök, és látom az egész pesti rész, jön fel felette a nap, szállnak a repülők, mindig nézem, hogy a 6 órás víz elmentem, mondom, jó van, elmentetek, de jó, nektek mentek, valahol felszálltak, pont ott látom őket elmenni. Becsukod és a szemed, mert szembesült a nap. Lehajtom a nappal, úgy vakulok kettőt, hagyázok hármat, de olyan szép, hogy erre egyszer jobb bejön, és mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, olyan helyen lenne a rádió, valami magas toronyházban vagyunk, és úgy rálátunk az egészre, és úgy tényleg azt érted, hogy indítod a reggelt, és úgy mindenki téged hallgat, és nem egy ilyen rácsos ablakon kéne ezt a nagyon szép Grupa Marom arénát nézni, de maga az idő tényleg, szóval ne keseregjünk, ez gyönyörű, és ha ez marad hétvégére, akkor nem lehet okunk panaszra. Hogy a korlátnak a fele már leesett, hogy sokkal többet látunk nem, két évre. Nem tudod, én minden nap levágok egy kicsit flexel. Ja. Úgy, mint hogy a leprás szökik a börtönből, én úgy hordom el a rácsokat az ablak elől, hogy minden nap egy picit vágok le. Vagy ez a kapkodva sinkítozós, hogy hívják. Igen. Csukjás csáv, aki minden nap felrohansz. Úgy szépen, amíg még állnak ezek a rácsok, és van ez az épület, addig minden nap elbontok belőle egy kicsit, hogy egyszer legyen egy rácsmentes kilátásunk. Milyen jó lenne, nem? Nem úgy ülnék. Na jó, hál' Istennek Laci megjött és becsukta az ablakot. Persze, véletlenül se jöjjön be egy kis friss levegő. Tehát, hogy... Fázik, pólóba jön. Fázik. Nem lehet. Igen. Ezek azok az üvegek, amikre egy első nézésre azt gondol az ember, hogy füstüveg, de nem, az csak iszonyatosan. Csak régi. Na, meséljetek nekem egy kicsit, tudom, hogy ti se tévéztek. Na. Milyen ez a farmi? Jó, nem jó? Nézi valaki? Mondjatok nekem valamit erről őszintén, de nem kell, hogy most azért mert RTL. Tehát a vélemény tényleg. Uncsi, jó, izgi. Én gyerekek egy rohadmányos részt nem láttam belőle. Nagyon nagy hiba. Aha, ez látom, ne? A nézettségét, az jó, nagyon szép, de hogy mi történik benne? Mondjatok valamit. Ugyanaz. Ugye, gyakorlatilag ugyanaz, mint amilyen egy való világ is. És ez miért kellett elmenni Szlovéniába? Mert másképp komfortból kiragadod azzal, hogy városi embereket arra kényszerítesz. Az első feladat az például az volt, hogy kié lesz a kamra kulcs, ki lesz a... Nem erre gondolok, hanem miért kellett ez elmenni külföldre forgatni? Ja! Hát ezt miért nem csinálod meg valahol, nem tudom, a Dunántúlon? Nincs vagy, ilyen pajtán. Biztos, mert a magyar gazda az dolgozik, nem adja oda tévés forgatásra a pajtáját. Magyar gazda nem lopja. Ugyanolyan feladatok, mint a BB-ben, csak egy farma. Nincs nagy különbség. Így van, nincs, tehát városi emberek trágyában kellett, hogy turkáljanak kézzel, hogy megszerezik a kulcsot. Azt olvastam, igen. Egyébként meg valószínűleg azért kellett ki, mert ez erre lett kitalálva. Aha. Szerintem ez egy ilyen eladott történet, tehát hogy más tábok is ott dolgozgatnak. Gondolom, lehet, hogy ott van már az egész. Igen, és akkor ki van ez az elmenetel nyilván azért kellett, mert egyébként, hogy a Magyarországra elmész valahol, az embereknek egy nagyon jelentős százaléka pont így él egyébként, ahogy ők élnek. Tehát, hogy itt most ebben számukra persze a Plaza Cica számára nagyon izgalmas, meg érdekes. Lehet, hogyha látják, hogy hívják, hogy egy 3 kilós paraszt kenyére, tehát most ebben mi van? Tehát, hogy nekik ez biztos valamilyen szinten újdonság, de hát egyébként ugyanazok a konfliktusok, különböző karakterek, van a katonás fegyelmezet, van a, hogy hívják, a bohém bunkó. Na, aki, hát igen, akkor te nézed meg azért, van a Plaza Cica, meg te, igen, akinek nézed ezeket a még soha nem mosakodott, stb. Igen, én bírom őket. Ez nem baj szerintem, én a trash az ugyanúgy hozzátartozik a szórakoztatáshoz, mint egy Dosztojevszki könyv, vagy egy nagyon komoly mozi film. Hát az is. Itt is alig várod, hogy az egyik elmenjen és végre megmosakodjon tetőtől talpig egy dézsába. Jaj, de jó lenne minél többet látni belőle. Szexi csaj meg van, tehát a szexi csaj, gyúros fiú. Igen. Hát a klasszik karakterek. Gyúros, jó felépítésű fiú, igen, ott van, hogy a katonás 40-es, aki majd megmutatja mindenkinek, hogy hol lakik a magyarok istene, meg ott van a kis tufa csáv, aki mindenből elekült, hogy mindenkit kóstolgat, és a nézőknek a fele alig várja, hogy valaki már pofán verje, de nyilván nem fogja pofán verni, mert akkor kivágnak a műsorból. Tehát, hogy a műsorvezetők milyenek?
Hát csendes visszafogott. Csendes visszafogott, keresik a helyüket még. Igen. Én nagyon kedvelem a fürdőzőt, de én egy picit őt ilyen manírosnak tartom. Tehát hogy nekem ő egy kicsit ilyen mesterkélt, az Anikó meg még egy kicsit rutintalan, de majd összejön. Majd nem lesz. Érdekes volt, de hogy ezt mindenütt meg lehetett nézni szerintem, hogy amikor az elsőkre így visszaemlékszel, ott mindenki próbálta így zsigerből nyomni a sztorit, amilyen. És most meg azt látod ezekben a játékokban, hogy mindenki próbál már valamit kitalálni, hogy bennmaradjon, hogy érdekes legyen, tudod? Tehát, hogy első este mondjuk nem biztos, hogy mesztelenkednél. Aha, egyébként. De mi itt az első estében már lógó izével az csábó végig sétált, érted? És ő valószínűleg azért csinálta ezt, hogy fölhívja magára a figyelmet. Persze, hát most már azért annyi évad lement ebből, hogy most már azért egy komplett generáció ezen szocializálódott, fura vagy nem fura, de ez sajnos tényleg, ez ki lehet mondani. Tehát a WW Big Brother, mint ami volt ezekből 7-8-9, nem tudom mennyi. Hát az alatt, ha 10, mondjuk 8 évesen, 10 évesen elkezded nézni, 20 éves leszel, minden évben megnézel egyet. Pontosan tudod, hogy milyen rutinos valóságsó szereplővé kell válni, egy nemzedék. Hát ezen nőtt föl, ne értse senki félre, hogy ezt nézték ilyen nappal, de hogy tulajdonképpen minden évben megnéztek egyet. Persze. 14 éves elkezdték, 24 évesen már bemegy, és tudja, hogy rá lehet erre kattani egyébként. Kell a kuki azonnal helikopterezni egyet, meg mellett mutatni, meg nem tudom, mert abban a pillanatban kiragadnak. De érdekes lenne mondjuk egy mostani ilyen valóságsót, meg mondjuk a koraiak közül egymás mellé állítani, és megnézni, hogy ott mikor robbant be a sztori, hogy mikor jelent meg az első mell, meg mikor volt az első. Én emlékszem rá. Takarolat összebújás, vagy stb. És mikor jelenik meg most, mert most, hogy már a második epizódban már látsz mindent. Én elmondom mindent. Neked, Big Brother 1998, vagy 99 körülbelül, Baby Évi és Renato, az első olyan TV történeti pillanat, hogy nem pont a való világ indulásának napján, amikor egy ország arról beszélt, hogy Renato meglátogatta Baby Évét. Az volt az első nézők előtt lezajlott tulajdonképpen szex jelenet igazából, amikor Renato irányítottam vagy nem, sose tudjuk meg, nem derül ki, bement Baby Évihez, és hát az olasz csődör, ha emlékeztek rá, ugye? Az olasz csődör elkapta Baby Évit. És akkor indult ugye a WW szembe vele aznap, és elindult ez a brutális nagy Big Brother kontra WW harc. Az egyik legnagyobb harc volt a kereskedelmi televíziókban. És az volt az első. Na jó, de ott az volt az első. Takaró alatt sok-sok nappal már a WW indulása után, és még az egész ország után a hetekig erről beszélt, hogy láttátok, mi történt. TV-ben ilyet. Hát akkor indultak ugye a kereskedelmi csatornák. Most meg, érted, hát szóval, hogy hát nyilván más lett az inger küszöbi is, hát ez nem a, ez a mi hibánk is, vagy a, hát szóval nem is hiba. Akkor a történésekre meg se rezdülne már az LMHH, pedig tudjuk, hogy mennyire alacsony mostanában az inger küszöbi. Nagyon alacsony, így van. De az akkor rólunk van. főleg, ha rólunk van szó, igen, igazad van, akkor meg aztán pláne nagyon alacsony, de hát. Szóval igen, hát más volt akkor. Na jó, van, mindenkivel minden oké, minden rendben. Ja, persze. Minden. Jó volt a tegnap, jó tett mindenkinek. Nagyon, jó. Egy nagyon rövid történet arról, hogy vajon mi munkálhat egy autósban. Az M3-as autópályán jöttem tegnap hazafelé, és vannak ezek a nagy telepített kapuk, ami úgy néz ki, mint egy űrállomás. Tele van kamerával, tudod, ez a jobb felső szélén. Hol? Nagy tányér antenna, több ilyen is van. Aha. Beérsz a városba, és előtte is van tizenvalahány kilométerrel, és megelőztem egy kis autós embert az egyik ilyen kapu előtt, és a következőt láttam. A csávó előrehajolva a kormányra, a kapu felé a hüvelykujját, vagy melyikhez, milyen hüvelykujjhez, a középső. Hiszed el. Az a kapu, amit igazából nem is tudjuk, hogy mit csinál még. Tehát, hogy az rögzíten nézi a rendszámot, várjál, középső ujját föltartva, így is valamit ordított, azt nem hallottam, hogy mi egyedül. Imádtam a csávot, de mondom, megvárom, mert ebből lesz még valami. Visszálltam mögé, mentünk 10 kilométert, és a következő kapunál ugyanezt történt. Nagyon jó, nagyon és jó. És ő valószínűleg úgy jött el mondjuk Debrecentől Budapestig, hogy minden egyes kapunál a középső ujjába. És lehet, hogy minden reggel végig tolja. Igen. És hogy ezt nézi valaki? Vagy biztos, ezért meg lehet büntetni valaki? Ezért nem, hát ez nincs benne, nem. Óriási volt. Én már csináltam olyat, pont a múltkor mentünk a Wikivel, hogy ugyanilyen kapuba értem az M1-M hét alá, és nem voltam bekötve. És így jött a kapja, és így gyorsan eltakartam magam. Ezt csináltam, hogy ilyen átosan, hogy mit csinálsz? Mondom, semmi, nem vagyok bekötve, és így gyorsan eltakartam magam, mert ott vannak már ezek a szuperkapuk, tudod. Az ember már így jött, de a bemutatás óriási. Rohadjatok meg. És mondom, én kettőt követtem, kettő én is jött a csávó, és valamit mondott, valamit munkált benne nagyon. Az nagyon bírom az ilyen rock and roll arcokat. Na, gyorsan mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Sok
témánk volt, ebből most kiragadunk egyet. Egy vidámabba csak, hogy mindenkinek jobb kedve legyen, mert ugye tegnap foglalkoztunk komolyabb dolgokkal is. Például ugye a brüsszeli történet, de nem ezt ismételjük most, hanem hát hosszú éveken keresztül lehetett hallani ebben az adásban, hogy azért én eléggé elkézem a Bereckit, és hogy nem tegnap előtt, nem tudom, a hétfőn sikerült eljutni egy Berecki előadásra. Ugye ez a Lepkegyűjtő című. Egyébként remek darab, és hát ezt elmeséltem nektek pedig nem kellett több, mint hogy elképzeltétek, és a hallgatók elé varázsoltátok, hogy vajon hogy történt ez a nagy találkozás. Nyilván abból indultunk ki, hogy milyen legendás kapcsolat van kettőtök között már hosszú évek volt. Így van, igen. Szóval erről beszélgettünk tegnap, ezeket a pillanatokat megmutatjuk, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan. Egyébként olyan jó ez a színház, tényleg többet, mindig megfogadom, többet kéne járni. Annyira jó hangulata van, és elmész, és rájössz, hogy kicsit fölöslegesen öltöztél ki, mert már senki nem öltözik ki annyira. De hogy nem menjünk, hogy most a centrálban nem kell annyira, de hogy tényleg jó, és tényleg többet kéne járni, basszus, és annyi jó darab van, nem? Csak valahogy az ember agyában nincs benne, hogy elmenni színházjegyet venni, de most föltankoltam. Vettem most vagy 8 előadásra jegyet, úgyhogy most majd mesélek mindig nektek. Muzea ajánló helyet színház ajánló lesz. Jó, ma is megyünk egyre, és akkor majd elmondom. Párizsi zsemlék, persze, párizsi kocka. Na, minden, ez most az izé lesz. Büfében. Puncelet, párizsi kocka. Most a Rudolf Péter mégis kinek az élete, az is a centrálban van, állítólag nagyon jó. Jó kis darab. Azt már régen is játszották, ez egy jó régi darab. Jó régi darab, csak most a Rudolf Péter a főszereplő. Na. Jobbit csomagba venni? Hogy érted? Olcsóbb? Nem, semmivel se olcsóbb. Akkor engem nem érnek. Csak havi egyszer van a néni. A nénye. Havi egyszer van az óviban, és akkor gyorsan bevásárolok. Bevásárolok. Tália nénye. Mindent, igen. Fél hét múlt, pontosan egy perccel. Jöttek friss közlekedési hírek? Van valami az utakon? Baleset az M0-áson az 52-es kilométer után az M7-es felé vezető oldalon, a belső sávban. Fokozott veszély, ezt Kenyeres küldte nekünk. Köszönjük szépen. 52-es kilométer után a belső sávban baleset. Ez ugyanaz, jó, csak elküldték. Többször. Alexandra, mi újság van? Beszélj. Legalább egy női hang legyen adásban. Ha már nincs a... Hogy hívják? Ákos? Ákos, igen. Hogy hívják a fiút? Hogy hívják a pocakos fiút? Annak örüljé, hogy a tiédet tudtam. Igen, ez meg is lepődtem. Igen, az a durva, hogy a fejemben átfutott, hogy jót mondok, erre már elindítottam. Tehát már elindítottam, hogy és már mondom, most már veszem, aminek vesznie kell. Ha mellé lövök. Minden rendben van, köszönöm szépen. Tegnap mesét néztem otthon, képzeljétek el. Egyedül? Otthon voltam, nem, ezt a Dóra és barátai, vagy nem tudom, félig angolul, félig magyarul. Nem tudom, hogy ez a gyerekeknek mennyire hatásos, ti tudjátok. Én nem ismerem ezt a Dóra és barátai. Dóra felfedező, nem valami, is? Na, jobban tudod, mint Dóra, igen. Melyik felét értetted, a magyart vagy az angolt? Igazából nem értem az egészet, mert nem tudom, hogy ez mennyire hatásos ez a gyerekeknek, mert Dóra azt mondja, hogy jaj, de jó, menjünk ide, it's fantastic, jaj, de jó, who's sorry, tehát, hogy így váltják a magyar, és nem tudom, mennyire lehet ezt hatásos. Érdekes, ezt még nem láttam. Igen, ennél már csak az a baby TV lehet jobb, amit néha megnézek, és nem értem, hogy mi értelme van, hogy ilyen mindenféle formák mászkálnak, úsznak át, és ez azért csak oda ülsz egy tál popcornnal, nem? Nem, én azt sajnálom, aki ezt készíti. És egy labda patog. Lesz gyereked, rájössz, hogy ez néha áldás. Addig meg tudok főzni, megtakarítani. 5 perc csend a gyerek, a baba tévé, bebe tévét szájtátva nézi kicsit. És elektromos póráz, úgy hívjuk ezt. Tudod? Igen. Még nem ismerem, de lehet, hogy akkor majd megfogom. Meglátom az értelmét. Mennyi éves vagy? 26. Még nem tervezem a gyereket egyelőre. Szálljatok ki, még kellem földni. Még álljatok meg. Ne menjetek el a déli pályaudvari. Jó, vigyázzatok. Nagy csomag az. Egyelőre én nézem, ahogy úszkálnak a formák. Helyes. Fél hét múlt pontosan 3 perccel, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán ha játszanátok, jelentkezzetek játékra, jó? Nem ám utána morogni, hogy miért ilyen, meg miért olyan volt a játékos, csak azzal tudunk játszani, aki jelentkezik. Írjátok SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra, már is megnézzük, kivel játszunk ma reggel. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt!
Halló, jó reggel, sziasztok, én Csaholci Mónika vagyok, Veresegyházról. Szia, Mónika! Nagyon szeretnék van veletek játszani. Hát akkor itt vagy, és sikerült. Oké, nagyon örülök. Móni, nevezd meg az ellenfeledet, Móni, kivel szeretné játszani. Ferivel szeretnék nagyon játszani. Ferivel, hát nézzük meg, mire mentek egymással, jó? Oké, jó. Legyél ügyes, Móni, minden más megtudunk rólad műsorban. Jani? 3, 2, 1, fire! Az asszony kórus tagja vagy? Dehogy is. Ez itt először eszembe, Veresegyház. Igen. Oké, okay, ott is az igen. Szépen. Ez jó, az volt, aminek hallottam, mert annyira egyértelmű volt, hogy el sem akartam hinni, hogy ez az volt. Szép volt, Feri! Kicsit megálltál! Nem is hiszem én. Pedig annyi mindent szerettem volna tőled kérdezni. Móni, Móni. És ráadásul gondolom, hogy régóta szerettél volna játszani. Igen. Hát, ez van. Gyors volt. Igen, de nagyon örülök, hogy beszéltem veletek. Bizony. Üzemel egyébként még a legendás asszony kórus? Már nem üzemel, de nem, anélkül is csak egyetlen egy darab nő volt Veresegyházi, amúgy nem tudom, hogy miért hívták Veresegyházi asszony kórus. Ezt nem is tudtuk. No, csak kis medve meg farkas parkotok meg van még? Igen, az nagyon szép, nagyon szépen fel van újítva, tényleg. De jó, menő. Örülünk. Móni, legközelebb talán hosszabb lesz a játék, jó? Igen, köszönöm. Puszi. Ciao. Hello. Hát ez... 4-0. Ez nagyon gyors volt. 4-0? Uh-huh. Nem tudnak már bennünket megszorongatni. Nem, tényleg. Túl jók vagyunk. Na, gyorsan egy közlekedés hír, Kaposváron a Jutai úton mérik a sebességet. Kaptuk SMS-ben, azt mondja, hogy Balázs, gyere, és az M0-ásra, arra szorunk, te pedig nyomhatnád a leállóban 1000-rel tök szabályosan. Júj, de fáj valakinek a ma reggel, júj, de fáj! M0-áson a 34-es kilométernél baleset van a belső sávban az M1-es felé, ez pedig Harpó küldte nekünk. 6 perc van a 7 óra, jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Csütörtök van, már csak egy nap, és utána jön a húsvét. Jön a húsvét. 3 nap, egy kis pihenés. Jó idő, napsütés, sonkák. Evés, ivás. Tojások. Én reggel nem nagyon szoktam beszélgetni a többiekkel, nekem kell egy picit, amíg rápörgök ére az egész napra, meg ugye a 6 órára, amikor elkezdjük az adást. Na jó, 6 óra 20-ra. De reggel ma végighallgattam Anna és Feri között egy ilyen kis beszélgetésen, hogy őszintén nem tudtam volna, amúgy sem tudtam volna beleszólni, mert hogy elkezdték egymás között megvitatni, hogy kinek hány kilós sonkája van, ki hánykor kezdi el beáztatni, ki hogy főzi, hogy a Laci kuktába főzi, de az nem jó, pedig csak az egy 2 kilós, de a férjének valami 14 kilós van, hogy azt mikor kell, és egyébként Annáig nem bőjtölnek, de már nagyon várják, és hogy majd az első csillag, amikor följön az égen, akkor már bele lehet szelni. És így ültem, így kavargatom a kábel, és hallgatom őket, meg sem próbáltam beleszólni, nem is tudtam beleszólni, de igen, hát az... Igen. Most nem mi tehetünk róla, hogy te vegetáriánus vagy, tehát de nem, most de ne vetítsd ránk. Hogy ezt az egy sztorit hányféleképpen lehet-e megközelíteni, hogy vannak a poponyickiek, vannak a rákóciék, vannak a hogy hosszanáztatós, rövidenáztatós vagy. Te kuktás vagy, nem kuktás vagy? Befűszerezős, nem fűszerezős? A Laci ez mindent kuktába csinál. Ez nem igaz, ez a csávó. Nem kell, ezen teljesen mindegyik egy tepsi, vagy egyébként római tál, vagy egyébként. Érted már, hogy 6 óra 14-re? Érted, hogy kuktába csinál minden. Hogy mi a filozófiám, hogy 6 óra 14-re egy perccel megszöleset kell beesni, mert tiszta lappal indulsz. Tehát, hogy egy olyan lendületbe lépsz bele, hogy már csak itt vagy, nyomod a gombot, és megszólsz. Csak mindenből kimaradt. Semmi olyan valami. Tudtam most róluk, tehát, hogy nekem azért van egy másik olvasata is a dolog, hogy rengeteg információt felszippantottam, például Lacinak a főzési szokásairól. Mindent kuktába. Látod? Mindent ütőkártyákat adunk a kezébe. Mindent kuktába? Mindent kuktába. Jó, van a kuktás és a főzés, és vagyok én, akinek tegnap eltűnt az egyik húsvéti sonkája konkrétan. Tehát, hogy én vagyok a harmadik csoport, mert nem innen elvittem, és szám szerint tudom, hogy mennyit vittem el, és ahhoz képest nem találok egyet. Begurult valahova? Gond, már megnéztem a kocsiba az ülésre. Pedig azok nem akármilyen sonkák. Na igen, Feri hozott egy kisebb szállítmányt, és egyszer nem találom, és be lett tárazva, hogy kapnak egyet anyukám, még kap egyet a
az anyósom, és a miénk, amit nekünk kellene otthon hazavinni, és a családnak nincs meg, nem találjuk. És egyet vagy egy a Berecki Zolinak. És egyet küldök a Bereckinek. Vagy egy nyest kint ott a éjszaka a kocsit, mert nem álltam be a garázs, és kizabálta. Kerestem maradványokat, nem találok egyet meg. Nincs meg. Szám, tehát matematikailag nincs meg. Eltűnt. Na, majd júniusban. A tenisz cuccom között, tudod, valahol hátul. Egyszerűen nem tudom, és megőrülök, mert hogy tényleg mindenkinek beosztottam, elosztogattam, jótét lélekként mindenkinek megszerveztem, hogy legyen. Nem adták kettőt valaki? Nem. Az a baj, nincs meg. Az a baj, egyelőre nem találom. Mondom, ma reggel az volt, hogy az ülések alatt bányáztam még hajnalban a kertben, mielőtt indultam volna. Hogy hát, ha ott. De nem meg, ugye akkor érzed azt a füstölt illatot az autóban, de nincs. Tehát, hogy nem volt semmi. Pedig nem kis logisztika volt egyébként azt a mennyiséget így behordani. Tegnap meg Ferit így nézni, hogy itt van már az autó. Én mondom, mi történt? Hogy végre kiraktál. Pá! És a költözőre jött. És így oda-vissza ingázik az autó, meg a szerkesztőségi szoba között, és egymás után hozza be a szatyrokat, és bent úgy nézett ki tényleg, mint hogy kirabolt volna egy húsboltot. Tehát mondjuk ezen nem csodálkoztam volna, jött volna be, egy simaszkot épett volna az arcáról. Meg van szajni, gyerekek! Hát mindenki kért valamit, hát most érted. Aznapra bezárták azt a húsboltot, akinél voltam egyébként. Vége volt, igen. Trafi Győrben, a Szent István úton, az olyan falkútnál mérik a befelé menőket. Srácok, Fóton csattant két autó. Elég nagy a torlódás mindkét irányból, sok puszi nektek, imádunk titeket, szép napot, Csilla. A Ferihegyinél a gyorsforgalmin karambol történt, a Ferihegyi után a gyorsforgalmin kifelé menő úton csak két sáv van elfoglalva. Rendőr még nincs, valószínű dugó lesz. Kaptuk ezt is, és csak pontosítunk, Vecsés felé egészen pontosan lerobbant volánbusz, és baleset a külső sávban, és ez akadályozza a forgalmat, és emiatt nagy a sor. Ezt Réka küldte nekünk. Ajkára, mikor jöttök, rengeteg helyi hallgatótok van, és már párszor említettétek, hogy ide is kéne jönni, szóval mikor, Hetti kérdezi. Hát ígérgettük Ajkát? Most nincs benne a tavaszi, legyünk őszinték, nincs benne a tavaszi rócsomban most Ajka. Nem is mondtuk konkrétan. Sokszor egyébként. Szerintem nem ígértük, én sem emlékszem arra. Csak hogy mindig ugye Ajkáról szoktak varónők telefonálni, egy csomó a varodából, meg hát természetesen mások, és akkor mi mindig elmondtuk, hogy de jó, megint egy Ajkai, örülünk neki, de szerintem nem mondtuk konkrétan, hogy megyünk. Nem, már most a legközelebbi helyszínünk a Szombathely lesz. Tavasszal. Újabbat elárultunk. Újabbat elárultunk, így váltak a tapsoljuk meg Szombathelyet. Ez az. Mert Szombathely is ott van, ugye? Nagyon és jó város. Elmondtuk már Békés Csabát, és megemlítettük Kazinc Barcikát. Plusz hát, tegnap még egy elhangzott, Szeged. Szeged, hát akkor most már akkor tulajdonképpen akkor még egy van, ott már azt többször. Azt ne áruljuk el, jó? De akkor sem megyünk, ha ott vagyunk. Csak aznap reggel. Szombathely, de jó lesz. Skanzenecske, mászófalacska, tavacska, cukrászlácska. Már megvan, város, meg is vagy. Meg vagyok. Én meg vagyok. Figyelj, szombaton meg vagy lesz. Szombathely nagyon rendben. Ebből az összes jó, de persze nem. Ez alapján választunk, hogy hol jó a cuki, meg hol jó a mászófa, hanem hogy hol voltunk régen, meg hova szeretnénk menni, meg kik azok, akiknél esetleg még nem jártunk. Lásd, Békés Csaba és Kazinc Barcika. Az is nagyon jó lesz. Bizony. Kazinc Barcika. Én nem voltam a faszból, szerzek neked egy Máté, vagy egy ízét, egy mászófalat Békés Csabán. Addigra építetek egyet. Hogy szeresd Békés Csabát is. Szerintem Csabán is van. Van? Uh-huh. Műfal. Valamelyik suliban. Na, belevágunk a témánkba? Vágjunk bele, mert egy nagyon jó kis témát találtunk. És hát próbálunk majd úgy fogalmazni, hogy ne írjátok meg nekünk sokszor, hogy reggeliznék. De a téma egyszerűen jó, és hát mi nagyon szeretjük, és hát emberek vagyunk. Ez mindenkivel megesett. Ugyanis történt, hogy Twitteren írta ki magából az első randin átélt kálváriáját egy nő. Ez valóban megtörtént, lehozták az újságok, lapok. Leírta, hogy miért sült el balul az első randia, amikor is találkozott volna egy férfival. És ők egy élelmiszerboltban találkoztak először, aztán hát a nő úgy döntött, hogy elmegy randizni a pasival, miután a pasi elhívta. És úgy alakult a dolog, hogy a pasi lakásán kötöttek ki. Már az első randin, ami azért érdekes, mert elsőre nem biztos, hogy fölmész a pasi lakására, de ő úgy döntött, hogy ebből nem lehet baj, ő elmegy a pasi lakására. És hát nagyon helyes történetet írt ki magából, és azt írta, amit már egyébként nagyon sokan szerettek, és nagyon sokan lájkolták, magának csak a címét a történetnek, el kell mesélnem egy történetet, a kakimról szól. Na, akkor itt mondom, hogy találjunk egy másik szót, és akkor innentől kezdve nyugodtan tudunk úgy beszélni arról, hogy mégsem mondjuk ki. Mert hogy nagyon fura története van ennek a randinak, és hát a hölgy balul sült el a randia.
Már lehet gondolkozni egyébként valós sikerült első randikor, hogy mi történt veletek, drága hallgatók. Találjuk egy szót, amivel lehet helyettesíteni, amit nyugodtan kimondhatsz, mert ma már annyira álszent lett ez az egész, hogy egy reggeli rádió műsorban már ezt sem mondhatod ki, mert akkor most négyen ráncolják a homlokukat, hogy kaki. Szóval, hogy... Ó, kimondta. Ez már főjelentés. Igen, tehát a gyerekek az ingerküszöb annyira durván alacsonyan van, de komolyan mondom, hogy ez már bántó, mert lassan nem lehet reggeli műsort készíteni semmiről, mert minden bele lehet. Egy óvodába ki lehet ezt mondani, mindent. Jó, persze. Igen, persze. Ez már ronda, aranyos, cuki szó. Nincs az ég egyet a világon semmi. Nem, ezt most egyébként nem is a zenemára mondom, hanem a nagyon érzékeny hallgatókra. Azok most hallgassák a Kossuthot vagy a Mária Rádiót. Köszi, pont eszek. Igen, és kimértek az ilyen típusú SMS-ektől. Jöjjenek a szinonimák, tessék. Itt van. Mi a jó? Mária, most már azt se tudod használni, mert az alapszinonimák, a maci, mondjuk, ugye, amit szoktunk ma, a barna medve, már azt se lehet használni, mert arról is mindenkinek eszébe. Nem, mert szinonimát lehet. Egy újat találjunk. Szinonimát lehet. Veres egyházán megsértődnek a Szilágyiék. Hogy hasonlít. Nekem mindegy, nekem csak azért kell tudom, hogy mit helyettesítsek be. Ott van a jól bejáratott barna kúda. Barna kúda. Legyen az jó, barna kúda. De a sokkal durvább, mint a kaki. De hogy is. Miért veszélyesebb a barna kúda? Nem, barna kúda. A barna kúda tök jó, mert hogy értelmezhetetlen sokat számára, és ezért jó. Jó, na nézzük a nőnek a Twitter üzenetét, hogy mit írt, mert egyébként rettenetesen szórakozott és nagyon helyes történet. Bátor, higgadt, magabiztos nő vagyok, írta ezt a Twitteren, így aztán nyugodt címem, elmerte menni a WC-re, és hát elhelyezte a barna kúdát, ugye? Hiba volt, így indul az üzenet. 3000 posztot kapott már ez az első mondat, és... Hát leírja, hogy tulajdonképpen mi történt. Ugyanis elment a Palinak a WC-re, nem működött rendesen az öblítés. Írja a nő, aki az egész randit leírta. Ugye hát ez egy kellemetlen dolog, képzeljétek el a helyzetet. Ott ülsz, eleve az első randi nem nagyon mész el budira szerint. Igen, meg rutintalan. Izgulsz, csapot engedsz, tudod. Hát erről már sokat beszéltünk, hogy még nincs meg a puki bizalom. És hogy itt nem volt rutin, az nem volt rutin. Bizonyítja jobban, mint az, hogy nem húztál előtte a WC-t, és ezzel nem generál zajt. De okos vagy. Mert bemész, idegen helyre elmész, és mondjuk számodra ez egy picit kellemetlen lehet, akkor rögtön öblítesz egyet, egyrészt csekkolod, hogy működik-e a tartály, másrészt pedig egy kis hangot generálsz, ami elfed. De azon mindenki tudja, mert ahogy bementél, rögtön lehúzódott, mindenki tudja, hogy egyből a barna kúdára. Igen, de legalább nem. Tehát, hogy ez ilyen ráutalod. Ez jó, hogy mondod, én nem vagyok ennyire rutinos. Tehát először megnézed, hogy minden rendben van, de várjál, ez nem egy nyilvános WC. Tehát a Pali lakásán gondolhatod, hogy azért a WC az tiszta, rendes, rendben van, nem? Hát azért azt gondolja az ember, hogy fölmész egy Pali lakására, hát azért valahogy ő is lehúzza. Hát, tehát, hogy minden rendben van. Berakna valami zenét, vagy például ez is elfett. Hangosan. Igen, Clyder, nem, inkább legyen valami trash metal. De akkor hogy kinyitod a WC ajtót, és azt mondja, kapcsolj valami zenét, adott, vagy előtte szólsz. Ugye előtte szólsz, hogy tegyen be valamit. Mégse Clyder mond. Szóval írta ez a nő a Twitteren, hogy bátor, higgadt, magabiztos nő vagyok, elment nyugodt szívvel a WC-rébe, a hiba volt, nem működött rendesen az öblítés. Így kezdődik ugye maga a dráma, majd folytatódik. Hősünk, ugye idézek tőle, azt tette, amit minden bátor, higgadt, magabiztos ember tehet. Mit csinált? Leírja magáról, pánikba esett. Tehát hirtelen már a dolog ugye kint volt, nem tudott mit csinálni. Első randi, szép vagy, illatos vagy, ott a pasi kint, az egész ugye nagyon romantikus, de hát ott most ott van. Hát ott van a csomag. Ugye nem tudta nem mit csinálni. Nem esett pánikba emberünk, tapra esett egyébként, nem esett pánikba. Azt mondja, hogy roppant kellemetlen volt, mert hosszú ideje tartózkodott a klotyón, és hát már nem tudott milyen kifogást kitenni, hogy miért nem jön ki. Ugye ment a gondolkodás, hogy mit csináljon. Egyetlen egy darab kis apró pici barna kúda maradt ott, írja a nő. Így a baleset elszenvedője, aki végül is úgy döntött, tényleg, ne arra helyezzük, hogy mi van a folyamatban, hanem abban az életben, hogy ott vagy a randin, ahol ez basszus baromi kellemetlen. Mert ciki, mert 5 éve házas vagy valakivel már szinte nyitott ajtóval, tényleg is tudod. De az első randin ez baromi kellemetlen. A legjobb formádat próbálod hozni. És megy az idő. Igen. Megy az idő, és megy mindenki tud. Jól vagy, kicsim? Jól vagy? Kicsim, itt még nincs. Jól vagy? Minden rendben? Egyre gyanúsabb, hogy te ugye bent vagy. Hősnőnk ekkor leleményesen letekert egy kicsi WC-papírt, ami nem is olyan kicsi, és úgy döntött, hogy hát ezt a fajta kis rebellis hurkát, ez jó, a rebellis hurka. Nem lemenő rebellis hurka. Ezt a nem lemenő kis rebellis hurkát ő becsomagolja és berakja a ridikülje. Vár. Becsomagolja és berakja a ridikülyébe, ahogy írta, ezt a rebellis hurkát.
Én imádom ezt a nőt, már most egyébként nagyon szeretem. Ez tényleg egy létező Twitter üzenet volt, a napokban jelennek. Visszament, írja a Twitter üzenetében, hogy élvezze a férfi társaságát, csókolóztak. Mint aki jól végezte dolgát. Halkzenét hallgattak, és képzeljétek, gyerekek, az első randira elképesztő. Ment az udvarlás, de közben végig arra gondolt, írja magáról, nem tudott másra gondolni, mint hogy az a kis rebelis hurka ott van a retikőjében. Csoda. Ez megvan. És egyébként basszus, egyébként nem egy életszerűtlen szituáció. Hova teszed te? Nem életszerűtlen, mert segítséget nem kérsz. Hirtelen, ha már kint van, nem hívod be, hogy szerelje már meg a WC-t. Gyere csak, nézd, nem megy le. Legyünk őszinték, nem. De a nem legjobbat választottam. A fene se tudja. Mi a jó? Mondjatok más. Nem hagyod ott. Úgyse hagyod ott. Igen, de úgyse hagyod ott, hogy kirohalsz a budiból és kirohalsz a lakásból. Vagy eldugod a fürdőszobában. Egy kis aknát elejézel neki. Igen. Hölgy, esetünk főszereplője, titokban SMS-t írt a lány testvérének, abban bízva, hogy SMS-en keresztül tanácsot kap, hogy mit csináljon ebben a tragikus helyzetben. Hogy hogy oldja meg. És a nővér azt javasolta, hogy menjen ki az udvarra. Képzeld már az SMS-t, hogy kapsz a tesótól egy SMS-t, hogy leírta. Hogy van egy kis adag rebelis hurkám a táskában. Mit tegyek vele? Segíts nekem. A nővér leírta, hogy menjen ki az udvarra, csináljon úgy, mintha rágyújtana, és szabadulja meg a kis rebelis hurkától. Hogy legyen már a kezében, rázza meg a gyufát, mintha eloltaná, és közben dobja el a hátam. Nem, hogy egyedül menjen ki dohányozni, és ott a kis rebelis hurkától valahogy szabaduljon meg. Tehát, hogy mondja azt, hogy én rágyújtanék. Próbálja lerázni a palit, menjen ki, és amikor kint van, akkor ott valahogy. Valahogy szabadulja meg tőle. Aha. De hova? Kidobod az udvarába, az egyik bokor alá? Vagy nem? Mit csinálsz a WC papírra? Bízol benne, hogy a házigazda nem sokat gerebjézi. Igen, nem veszi észre, vagy a következő eső elmossa. Nézd, hallján, Revelis úrka, nagyon jó. Megoldódott néhány óra múlva a szituáció, ugyanis... Néhány óra múlva, amíg ő ott halk suttogás, romantikus zene és finom csókcsaták mentek, ugye, bent a szobában. A pasi elment, és láthatóan le tudta húzni a WC-t, tehát valamiért neki működött, írja a nő ebben a Twitter üzenetben, és ekkor ő megkönnyebbült, felsóhajtott, 10 perccel rá egy újabb csókcsata után ő is elment újra a budira, és búcsút intett a rebelis hurka csomagnak. És neki megint nem ment le. De akkor már ott volt a barátjai. És írt egy utolsó posztot még a randi után, amivel összegezte az ő kis levelét. Azt írta, ne igyatok kávét randi előtt, sokkal jobb álmosnak lenni, mint rebelis hurkát rejtegetni a retikülben. És ezzel zárt ő a sorokat, elképesztő megosztás, imádják, és mindenhol osztogatják az ő posztjait, hogy hát így jár az ember, amikor... Ezt olvassa, akinél fönn volt. Ha ugye... Magára ismer. Igen. Tudod. Basszus, ez nem az a nő, aki... Dehogy nem. Hello. Nem értettem, hogy élesen mesélget ez meg. Elment, hogy sokáig volt kint, utána órákig csókoloztunk, de végig olyan feszült volt. Mi a fenét csinálsz? Ott van a ridikületben, vagy a kis szivacsatirodban. Tehát, hogy egyébként tényleg életszerű a szituáció, hogy nem egészen tudsz vele mit csinálni. Nem tudsz tőle megszabadulni. Nincs jobb ötletem, nem? Most kilobod az ablakon, tehát, hogy nem tudod kinézni, viszed magaddal a táskát, tehát mit csinálsz? Keresel egy üres krémes tégeit. Igen, tehát, hogy így hogy szabadulsz meg tőle? Egy üres krémes tégely, vagy egy befőttes üres, bemész a konyhába? Becsomagolod alufóliába. Ja, én nagyon szeretem az ilyenfajta történeteket, mert ez emberi, és ez basszus mindenkivel megtörténhet. Tehát ne legyünk álszentek, nem? Hát azért ez bárhol, bármikor megtörténhet veled valami hasonló, tulajdonképpen. Na, és ami ugye bennünket érdekel, hogy az első randiról kinek milyen tapasztalata van, mert nyilván vannak olyan első randik, amik valósulnak el, ahogy ennek a nőnek is valósult el a randia. Vagy azért, mert történt valami olyan. Vagy azért, mert a pasit utána, vagy a nőt nem lehetett levakarni, és folyamatosan nyomult, és nem tudtatok megszabadulni tőle. Vagy csak egyszerűen nem úgy jött ki a lépés. Egyáltalán randiznak még az emberek? Van ilyen ez a klasszik randi? Van. Van? Van. Van. Van hölgy ismerősöm, mert ő most már 40 fölött van, és egyedülálló. Most ugye ő azért van bajban, mert azt mondja, hogy nem tudja, hogy hova lehet elmenni 40 évesen vagy 45 évesen, tehát hogy nincs olyan hely, ahova elmész, és tudod, hogy hasonló korúak vannak, tehát internetes sztori, de úgy indul mindig, hogy ígyunk egy kávét.
és akkor elmennek. Nem szabad, így, nem szabad, nem szabad, nem szabad, tudjuk. Mert tudjuk, hogy milyen a makacs csokigolyó. Nem szabad. Nem szabad. Jönnek a szinonimák közben, hogy mit használjunk, milyen jókat kapunk. Makacs csokigolyó. Nem jó, ha makacs csokigolyó. Tehát a hölgy is leírta a nő is, hogy ne ígyatok kávét. Na, tehát, hogy nem tudja, hogy hova lehet elmenni. Igen, 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 és akkor általában elmennek egy kávézóba, isznak egy kávét, aztán vagy akkor abból már látod, hogy mi lesz a továbbiakban, tehát, hogy lesz-e belőle lakás. De miért, nincs hova menni? Hát, hova mész? Hát, hogy ismerkedni? Hova mész el egyedül ismerkedni? Egyedülálló. Ja, hogy ismerkedni, utána már én a randira gondoltam, hát nincs hova randizni. Egyedülálló 40-es nő vagy? Egyedülálló 40-45 éves nő vagy. Mit csinálsz? Fölmész ilyen oltárskereső oldalakra. Azt, hát ő is ugyanezt csinálja, és akkor reménykedik benne, hogy ugyanazt kapja, ami azért volt a profilképen. ugyanaz érkezik-e meg, vagy se. Igen. Hát nehéz. Biztos, hogy nehéz azoknak, akiknek mondjuk 40 fölött nincsen párjuk. Ja, mert 20 évesen még elmész Dizsi, izé haverokkal mozi, ott összekacsintasz valakivel. És ő már szakított, vagy nem is volt, mert kicsit ketyós? Nem, szakított. És mi van? És mi van, ketyós? Ne figyelj oda, Krisztus! Ne figyelj oda! De te köszönte kérdés, mondtam, hogy a 40 év fölött egy nőnek még nincs pasia, és nem is volt nagyon neki, akkor ott valami kettő van. Hát, ha már volt egy vállása, van két gyereke, és már túl van egy-két komoly párkapcsolaton, akkor nyilván csak éppen most nincs valakire. Nem, ő repült fölött ágról ágra, de aha, így alakult. És mindig ott hagyták, vagy mindig ő hagyott ott mindenki. Na, sem mindegy, hogy neki nem jó. Vegyes. Tehát volt, hogy ő ugrott egy év után, volt, hogy 5 évig eszem együtt élt egyszer egy emberre. Uh-huh. De nem volt ilyen betyárt alér a sztoria. Ja, nem mesélte, nem, hogy ő jön. Nem volt betyárt alér, és ugye seregbontó kartácsos sem volt neki, mert az még kellemetlen. Én nem is tudom, én nem is emlékszem már, hogy mikor randiztam, de hát nyilván ennek azt oka van. Én nekem volt egy nagyon kellemetlen történetem, hát ugye 10 évesen, most sem, 10 évesen, nem, 10 évesen sem voltak egyébként ilyen nagyon menő cuccaim, és szétkopott ilyen kornadrágóval jártam, tényleg lepattant voltam egy bizonyos tekintetből, meg hát én ugye mondjuk a rockerek széles társadalmi körét erősbítettem, úgyhogy nálunk azért nem volt annyira fontos, hogy nagyon csinosak legyünk, viszont az ilyen randikra általában így próbáltam meg egy picit így rendbeszedni magam. És volt egy alkalom, amikor már nem tudtam jobbat kitalálni, mint hogy a nővéremnek a cuccai között elkezdtem keresgélni, és találtam egy ilyen nagyon jó állapotban lévő ilyen kis kornadrág, vagy szürke kornadrág volt, ráadásul stretch, tehát hogy így ilyen tök jó. Tök jó, felsimult rám, jó is volt, egyetlen hátulütője volt a dolognak, hogy ennek női cipzárja volt ennek a kis nadrágnak, milyen meglepő, hiszen a nővérem nő. És tudjátok, az pont az ellenkező irányban néz, és ezek általában sokkal gyengébb cipzárok, egy ilyen műanyag cipzáros volt, egy ilyen látszott cipzár, ők nem nagyon használják, vagy legalábbis nem olyan sűrű, mint a férfiak. Nem kell annyira feszesnek lenni, nem kell annyira keménynek lenni. Elmentem a randira, és következő történt. Fickosodtál? Abban a pillanatban, amikor leültem, szétrepet középen a cipzár. Hát az imponáló. Hát egy nő a lenézés, azt látja, mert reped a cipzár. Kicsi Jani. Ez így csókolom. Igaz, hogy női gatyában vagy, de azért ez nagyon tetszik. Hát, onnantól kezdve végig be voltam feszülve, egy órán keresztül azzal voltam elfoglalva, hogy két ujjal összecsípencsem középen, hogy ne legyen feltűnő, hogy ott ülök egy női kornadrágban, szétrepet cipzárral. Igen, eleve nagyon szeretem, hogy belebújtál a nővérnek gatyájába, hogy csinosabb legyél. Tehát, hogy ez már innen jó a sztori, hogy felvettem egy női gatyát, hogy csinosabb legyél. Hát úgy gondoltam, hogy a póló, hogyha kihúzom, nem tudom benned, ez el fogja takarni. Nem takarta el. Meg volt a lány, vagy nem? Meg. Akkor? Nem akkor. Azt gondolom, hogy itt van egy pasi női gatyába szétrepet slicsel, micsoda, minden benne van, mind női lelke van, de közben férfi. Gondolta, hogy egy összetett személyiség női gatyát hord, de férfi az, de rózsanét hallgat. Ebben a sárban több van, mint amit gondoltam. Ilyetetlen összetett személyiség. Na, drága hallgatók, tehát első balul sikerült, rosszul sikerült randis történeteket keresünk, jó? Nem feltétlen tényleg kell arra a kihegyezni, hogy WC-s történetek legyenek, tehát nem erre számítunk. Amikor mi, hogy fogalmazott? Mi volt? A rebelis, tehát nem a rebelis hurkákkal. A rebelis hurkákkal kapcsolatban. Sőt, ha lehet, akkor ne. Igen, csak amikor tényleg nagyon rosszul sikerült, és egyszer ott voltatok, készültetek rá, és hát az élet nem azt dobta, amit szerettetek volna. Jó, pasik, csajok, írjatok nekünk. Nyugodtan 7:30 pontosan, jövünk a hírek után. A Morning Show. A Klassz FM-en.
3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon helyes történetről beszélgettünk a hírek előtt, ugye, amikor is hát találtunk egy Twitter írományt, ahol egy nő kiírta magából az első randi kálváriáját, és hát leírta, hogy volt egy találkozója egy pasival, elromlott a WC, és hát ugye ott volt ez a bizonyos kis makas csokigolyó, amit ugye nem tudott hova tenni, nem tudta lehúzni a budit, és szörnyű. De közben a történet, ahogy leírja, meg ahogy fogalmaz, meg amit ír magáról, az nagyon helyes, nagyon emberi. Maga a bátorság, érted, hogy ezt elmesélj magadról, szóval az tűnődért. Nagyon-nagyon helyes a történet, igen, és tényleg tök emberi. Kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy hát milyen első randis, balul sikerült élményeitek vannak, de ez a rebelis hurka annyira félrevitt mindenkit, hogy szinte nagyjából csak is kizárólag ilyen történeteket kapunk. Pedig nem ilyen irányba akartuk feltétlenül elvinni, hanem amikor valami nem tetszett, kiderült, köhögött egyet, mondott valamit, úgy nyúlt a csirkér, kézzel lette a pacalt. Bármi olyan, amikor rájöttél az első randinál, hogy na, ez biztos, hogy nem. Uh-huh. Tehát atya úristen, milyen jól indult, amíg cseteltünk, és mennyire elrontotta azzal, hogy mondott vagy csinált valamit. Ugyanakkor a beérkezett SMS-eknek a témája azt jelzi, hogy ez a bizonyos kis rebelis hurkás történet nem egy valóságtól elrugaszkodott. Nem. Csak ilyen, hogy is mondjam, csak egy ilyen hihetetlen sztori, ami egyszer akadt 100 évben, hanem egy széles körben jelenlévő probléma, ami sokakkal előfordul. De szépen fogalmaztam. Igen. Párommal az első randi nem teketóriáztunk, vacsora után hotelbe mentünk, aztán ott kiderült, hogy igencsak elcsapta a gyomrát a vacsival, így a következő órában ültem a kanapén, csendesen pezsgőt kortyolgatva, miközben hallottam az iszonyatos munkát a WC-n. Ki jött, megtörölt az izzadságot a homlokán, és azt mondta, hogy leküzdöttem a Himaláját. Imádom, 4 éve vagyunk együtt, 2 hete megkérde a keze. Az megvan, gyönyörű kilátás, uh-huh. Budapestre, ott tűz finom, majd korcsolod a kis száraz pezsgődet, eszed az epret, de pasi meg meg. Istenem, egy tökéletes rajta, de vagy tökéletes férfi. És gondolj, kinek a rosszabb az, ha Palinak kellemetlenem. És hát képzeld azt a helyzetet. Nem? Szörnyen kellemetlen. És közben néha kicsi kinyílik az ajtó, hogy kapcsolját valami zenecsatornára. Tegyél be valami zenét. Szóval, egy természetes csatornától lépem van egy lavina. Vagy Gabikám, nyomd már fel a hangerőt 16-osra, mert ez itt nagyobb meló lesz, mint ahogy indul. És aztán szépen visszamész, igen. Ha egy férfi az első randi után meg tudja mondani, milyen színű a szemed, akkor túl kicsik a melleit. Kaptuk valószínűleg egy női hallgatónktól. Nagy igazság, nagyon szép, köszönjük szépen. Első randi mozi, nekem becsipődött a derekam, a csajnak meg sikerült egy szempillát bele tatarozni a szemébe. Derékszögben ültem végig a filmet, ő meg félvakon törölgette a könnyeit. Mozi után mentünk az ügyeletre, mint két rokkant. Papírunk van az első randiról, már a feleségem, és van két gyerekünk, Gábor kultgyerekünk Dunaújvárosban. Azt mondja, hogy egyszer volt egy lány, randiztunk szép étteremben, jó ruha volt rajta, volt normális kocsim, de el volt halva az első randitól, felvittem magamhoz, panába laktam az anyámnál, a csajára azt mondta, hogy azt hittem, gazdag vagy. Oh. Erre ledolgoztattam vele a vacsorát, és hívtam neki egy taxit. Korrekt. Sokadik randim volt már ezzel a lányal, és úgy döntöttem, megborotválkozom elől hátul. Alaposan elkaszálhattam egy eremet. Tehát mikor odaértem, láttam, hogy szörnyű dolgok vannak a boxer alsomon. Ugye? Amikor egy pasi túl gondolja az. Isten. Elkaszálja a gyerét hátul. Alaposság. Igen. Kevesemmel egy étteremben vacsoráztunk, harmadik randikon, amikor a levesembe kézzel őröltem piros erős paprikát. Hazaérve kézzel kezdtem el kényeztetni akkori párom rózsácskáját, mikor sikítozva kiszaladt, hogy égeti valami. Én még már akkor tudtam, hogy mi nem tartott sokáig, azóta se tudja, hogy mi lehetett. Szegényként még egy csomószor elnézést kért, én meglapítottam. Gyönyörű. Ugye, amikor elfelejtett, hogy mi van a kis ujjacskáidon. És maradt azon egy kis piros paprika. Új cipőt vettem, randira abba mentem, de nem tudtam, hogy olyan teházba megyünk, ahol le kell venni a cipőt. És igen, ezt az SMS nem jelöltem, úgyhogy nem folytatom. Én az első randin a lánynál elmentem kezet mosni. Képzelem, de... mi lehet ötben. Ja, ez se jelent. Többen jelölünk SMS-t, és más az inger küszöb. Lacinál más az inger küszöb nálam. Tehát, hogy én más fejjel gondolkodom. Ez egy olyan diagram, hogyha sok a mélység, sok a magasság. De onnan jut, tehát van egy aranyközi jó fölfelé támadni. Szép nyári napon a környék legjobb éttermében, a teraszon kellemes ebéd és beszélgetés, hirtelen delikvens a földön, lábai égnek, ugyanis kitört a szék egyik lába. Ő zavarta, mondta, láttad ezt a kifinomult mozdulatsort? Nem, nem hívott többet a srác, tehát valószínű ő magáról így. Nem sok delikvens a földön. Ez jó. Delikvens a földön, lábai az égnek. Ez megvan, ahogy rommá töri magát.
Azt mondja, hogy első és egyben utolsó találkozás volt a Margit szigeten. Beleültem egy kutyagumiba világos szürke naciban, amit akkor még nem vettem észre. Onnan kb. Egy óra volt BKV-val hazajönni, félúton már éreztem, hogy valami nincs rendben. Mert hogy mindenhol követett a szag, ultra gáz volt. Valószínűleg ezért nem is találkoztunk többet. Tehát, hogy... ezt én nem érzem úgy cikinek, ez nem a te hibád. Hát most lepuppantatok valahol, hogy beleült. Tehát ez kimagyarázható, nem? Hogy... hát ha észreveszitek, de ha nem, csak ja, mentek és soha nem hallunk el aztán, és már nézem balra jobban, és nem mellett a csaj, aki beleült, és valahogy mindig fel, igen, andaloktok az Árpád égzeli. A kezében egy szál virág, dudorás. Szövetkedett, büdös. És valahogy, valahogy ez a dolog. Minden olyan tökéletesnek tűnik, de mégsem. Á, igen. Valahogy ez a dolog, ez nem. Ő ez azt nem hiszi, működik. Hogy belőled árad, te azt hiszi, hogy belül. Jó, örülünk, hogy sokaknak van hasonló története, de, de nem teljesen ilyen irányba akartuk terelni a dolgot, de úgy látszik, hogy a csaj Twitter üzenete azért sokakban megmozgatta ezt a régi, hát hogy is mondjam, emléket, amikor is ugye baj volt bizonyos dolgokból. Mert hogy normális elcseszett randik igazából nem is jöttek, csak hát ezen témakörben. Hát lehet, hogy minden más egyébként ki tudsz dumálni randin, ez az egy, amit nem. Nem, hogy ezért írták ezeket. Viszont az összes többire nem emlékszel, ezekre meg igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket, játszunk, itt van már is a hallgatónk, a kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülész, hevére, faszír. Hozzájállat, élet, faszír, gondolom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Viki vagyok, Szeghalomról. Hello, Viki! Viki Szeghalomról. Mivel foglalkozol, Viki? Mit csinálsz? Én jelenleg most Szegeden vagyok, árubeszerző körúton. Vágott virággal piacozom már több mint 10 éve. Na, és megy a virág? Hát most kezd majd elindulni, most jön a jó idő, és akkor most jön a szezonja neki. A piacozó az mit jelent, hogy minden nap kint vagy a piacon? Hát igen, majdnem minden nap, inkább hétvégente vagyok piacon, és akkor délelőttönként vagyok általában piacon. Aha, délelőttönként. Délután mit csinálsz? Délután? Hát ott van ezzel azért egy kis dolog, ezzel a virággal, nem csak annyi, hogy áruljuk. Délután pedig ezt csinálom otthon, csokrozgatok és a többit. De jó, ez egy nyugis meló, nem? Azt gondolná az ember legalábbis. Hát nyugis melónak tűnik, igen, csak ez a reggeli koránkelés, ami nagyon zavar, már több mint 10 éve, hogy hajnali 4-5 óra fele felkelni nem olyan kellemes, de ezt ti biztos jobban tudjátok, mint én. Igen, ismerjük. Mikor hajnali 4:30, azt mondtad akkor? Hát igen, 4-5 óra között kelek, mindig évszaktól függően, kicsit korábban nyáron, ilyenkor kicsit később. Hát meg ezeknek a vágott virágoknak a beszerzése is, felkelni korán reggel, kerítéseken be, kertben, igen. Nyílik az orgona. Jönnek a kutyák, ugatnak, szomszédok vagyok, hogy van. Menjen innen, tolvaj! Igen, jön a hóvirág. Jó kondiba kell, hogy legyek, hogyha be akarom szerezni őket. Igen, na figyelj, van egy híres emberünk és egy szólásmondásunk, melyik legyen? Hát a szólásmondást választom akkor. Ott mindig azt szoktuk mondani, hogy megmutatjuk háromszor, mert az egy picit nehezebb, mindenki azt hagyja utoljára, hogy tudjál találgatni, jó? Tehát kettő után még van egy harmadik esélyed is. Jó, rendben, figyelek nagyon. Na figyelj, indítjuk akkor az órát, jó, elindul. Lánic tazász, dnolob, gye. Mutatom még egyszer. Lánic tazász, dnolob, gye. Ha az végét megfejted, akkor megvan. Dnolob. Ha végét megfejted, akkor megvan az eleje, ugye? Dnolob, gye. Egy dolog. Nem. Dnolob. 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 Az mi lehet? Egy? Bolond. Egy bolond tátat csinál. Jaj, de jó. Egy bolond tátat csinál, így van, ez a megoldás. Vagy igen, ez volt igen, a megoldás. Igen. Nagyon jó. Ügyi vagy, Viki. Jaj, köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy ilyen hamar sikerül, de köszönöm szépen. Ez volt az első jelentkezése, tényleg? Igen, ez volt az első jelentkezésem, az első bekerülésem és az első nyereményem is, úgyhogy most minden elsőnek összejött. De jó. Nagyon örülök neki. Viki, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Gratulálunk, küldjük neked, puszim. Köszönöm, szép napot nektek. Szia, ciao. Hello.
Ügyes volt, pont a végén bemondta, nem? Még csöngés is beszólt, úgyhogy... Nem volt könnyű, igen. M1-es Zsámbéki kihajtó Pest felé két teherautó ütközött a külső sávban, és emiatt ott is dugóra lehet számítani. Aztán az M35-ösön a pihenőből mérnek a rendélyberőrei Pest felé, ez a Prodi pihenő, valamint azt nézem, hogy az M5-ösön is van valami, hallgatóink írták. Nem, az M1-es torlódik a 25-ös kilométertől. Tehát akkor valószínűleg ez lehet ez a Herceghalmi. Herceghalmi lehajtó, két kamion ütközött, és emiatt. Emiatt van dugó. Na, jövünk, mondani akartál valamit? Nem. Ja, csak hogy felnéztél. Jövünk vissza, és vendégünk lesz, mert hogy van egyetlen egy olyan magyar ember, akinek lehetősége van elindulni a jövő évi alaszkai kutyaszánhúzó versenyen. Ez egy baromi érdekes dolog, hogy hogy jut el oda az ember, hogy mi kell hozzá, hogy aztán ott milyen körülményekkel kell szembenézni te egyedül a semmiben a kutyáiddal. Elképesztő az ő története, és amit mond, az is egyszerűen hihetetlen. Tehát, bármi eszedbe jutna kutyásként, nem? Ez a, van a frisbee kutyával, igen, van igen. A szarvasgombászás, bármi. Most de láttam az, például te... kutyát egyensúlyozni kötélen. Melós, de össze lehet hozni. Csak rá kellett kötődni. Hát az ember oda jut, hogy elolvasta tényleg a Jack Londontól, amit a vadon szava, és akkor elgondolt, hogy hú, de jó lehet. Fehér agyar. Igen, alaszkai történet. Na most van egy ember, akinek sikerült, és elképesztő nehéz erre a versenyre már bejutni is, hogy egyetlen elindulhassál, kvalifikálnod kell magad, hihetetlen jól kell ismerni saját magadat, a kutyáidat, a természetet, minden. Na, hát ez neki sikerült, és elindul. Mi pedig arra gondoltunk, hogy egy újabb olyan történettel, élettörténettel ismerkedjünk meg, amiről azért keveset tudunk itthon egy magyarországi kis rádióstúdióból, hogy hogy néz ki egy ilyen verseny. Úgyhogy vele beszélgetünk majd erről, Balogh Otto érkezik hozzánk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Ez igen, micsoda visszatérés Pataki Attilától. Érte valaki, jó kis opusz, ez kell. Ez kell a reggel, ez igen, egy jó kis opusz. Na, hatalmas ez az Eric Clapton szám, köszönjük szépen, és hát Gáspár Lacit is imádtátok. Nagyon sokan. Igen, még mindig nagyon jó. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Mi a helyzet az utakon? Az M7-es, a 170-es lehajtótól a 100-asig jól járható, hatóság mentes, de nagyon erős az oldalszél. Ezt kiamajni kamionos Peti küldte nekünk. Dupla baleset az M1-esen, a Herceghalmi kihajtónál Budapest felé. Emiatt van a dugó, többen kérdeztétek. Négy autó ütközött, teljes útzár van az M1-esen, 2 kilométeres a sor. Most már csak azt kellene megírni, így van, Pest felé történt mindez, tehát leterelik az autókat, Pest felé az M1-est felejtsétek el a Herceghalmi lehajtó környékén, mert hogy nem lehet tovább jutni. Ha előtte vagytok, akkor meneküljetek. M0-as Győr felé Vecsésnél baleset történt, több kilométeres a torlódás is. Mostanában megint jönnek az M0-asról balesetek, pedig olyan szépen megoldódott. Megcsinálták, nem? Igen, aha. És most kicsit úgy, nagyobb a forgalom. Igen, visszatértünk volna a régi időkhöz, minden nap történik valami a nulláson. M6-os 48-as kilométerénél fotóznak, szintén vigyázzon mindenki. Ezek a legfrissebbek. Budai-pesti alsórakparton jól lehet haladni, és van egy trafink a 44-es számú főúton Szarvas és Békés Csaba között a Kartosi 60-as táblánál. Ez Csoki Guru küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na. Minden oké? Okay? Mindenkivel? Minden. Köszönöm minden. Szépen. Fejben már húsvét? Mindenhol? Hát figyelj, nekem kicsit? Olyan, ma az M5-ösön tessék, hogy el kell mennem ma megint anyámért. Igen? Hát figyelj, ezt már meséltem nektek, hogy ez olyan teher, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Mama, gyere, lakjál itt. Igen, de én itt akarok lakni, úgy így gyorsan. Jó, de akkor... De mi nem hozod vasárnap és viszed vissza már hétfőn? Hát miért válasz ilyen hosszút? Vasárnap és hétfőn? Hát ez húsvét vasárnap. Felhozod, ott vagytok, és már hétfőn már teszed ki. Az legyen a húsvét vasárnapom, hogy megyek 600 kilométert. és hétfőn megint. Vagy vesztek neki egy üres telket itt Újpesten, szétszedétek egy kis fályokházat, felhozzátok, itt összerakjátok, neki megvan. Milyen rendes. A lehelem veszel néhány tyúkot, ami még él. Ez nekem miért nem jutott eszembe? Tök lelkes vagy, hogy már csütörtökön hozol. Hát persze, azért ezt még meg tudnád gyújtani, mama, ma nem, majd holnap. De á, nem, de akarom, így korábban is viszi vissza. Igen, viszont holnap vissza. Mama, vége húsvétnak, ez egy rövid húsvét, nem hétfő húsvét, de szombat húsvét. De a sonka, fiam! Igen, jó. Ezt majd szombaton megszeljük. A jó kis kalács. Igen, hát ez egy jó kis ünnep, ráadásul ugye hétfőn munkaszüneti nap van. Na, vendégünk érkezett ide a stúdióba, és ugye tudhatjátok rólunk, hogyha mi vendéget hívunk, azt mindig abból a szempontból tesszük, hogy szeretnénk
érdekes életeket, érdekes életutakat feltárni előttetek, vagy bemutatni nektek, és azt gondoljuk, hogy a következő vendégünknek is, vagy vendégünkkel is hasonló a helyzet, mert hogy egyetlen magyarként ott lehet majd a kutyaszánhúzás, hát hogy is mondjam, a kutyaszánhúzás csúcsán tulajdonképpen egy olyan alaszkai versenyen, amit még magyar soha nem teljesített, és nem is indult rajta. Balogh Ottó a vendégünk, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt, hello! Iditarod, így mondják, ez az a bizonyos kutyaszánhúzó verseny. Magyarul Iditarodnak ejthetjük, és angolul Iditarod. Lehet választani, én magam is meg szoktam már kavarodni. Egyszer, amikor angolul kezdik el, angolul folytatom, amikor magyarul, akkor magyar kiejtéssel folytatom, ahogy tetszik. Az ember sok mindent hall, és tényleg mi már hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a magyar ember sok mindent kitalál, és sok mindennel foglalkozik, de ami tényleg nagyon-nagyon távol áll tőlünk, az a fajta Jack Londonos romantika, nem? Amikor is szánhúzó kutyákat látsz, és valahol egy szál ember ott áll a szánnak a végén, és hajtja ezeket a kutyákat. Hát itt magyar ember nem sűrűn fordul meg. Igen, és szoktuk mondani, hogy Árpád apánk is lovon érkezett, nem. Ez egy ritka dolog, hogy egy magyar ember ilyet csináljon. És amiért csinálom, egyáltalán nem az, hogy a finnugó rokonságot erősítsem, vagy ilyesmi. Egyszerűen ez egy gyerekkori álom, ami valóban a Jack London romantikából 6-7 évesen kezdtem ezeket a regényeket olvasni, és megragadott ez a világ, és megtudtam, hogy Iditarod néven fut ez az 1800 km hosszú verseny, ami a csúcs ennek az egésznek. Ennyi. Erről később beszélünk részletesebben, ez pontosan mit jelent. Értsék a hallgatók, hogy miért ülsz te itt a stúdióban. Ezt majd később elemezzük. Csak ez, hogy 1800 kilométer, így van. Szóval, hogy Jack Londonos romantika 6-7 évesen egy könyv a kezedbe került, és onnan... Hát a vadon szava, a fehér agyar, szerintem ismerősek ezek a címek, a éneklő kutya, beszélő kutya, azóta már láttam is egy-két ilyet, úgyhogy ez megragadott ez a világ, és hát kellett még egy pár évtized, amíg oda tudtam pozícionálni az életemet, hogy valóban ez az álom, ez egy valósággá, vagy egy elinduljon a megvalósulás útján. Na de hogy lesz valaki egy hobbi szánhúzóból profi versenyző? Ráadásul hát azért ott azon a környéken, ott ugye mindenkinek az erejében ez a fajta vér csörgedez, és apáról fiúra száll ez a tudomány. Hát azért más gondolom hobbi szánhúzóként két kutyával valahol ügetni fent a Mátrában. Mert így indulunk, nem? Vizslával és egy múdival. Egy púlival. Húzatok. Ott meg tényleg kicsit mindenki erre születik. Hát óriási a hátrányod, vagy óriási lehetett régebben. Igen, így hogy mondod, hogy az erekben milyen vér csörged, ez nem is áll messze a valóságtól, hiszen maga a hájréteg, ami körbevesz, és a bőrünk alatt van, ez is lehet fehér szövet, fehér zsírszövet, vagy barna zsírszövet. És nekünk itt Közép-Kelet-Európában fehér van, az alaszkaiaknak pedig barna, ami jobban tartja a hőt. Hoppácska. Hát így azért könnyű. Bár még a hájuk is barna zsírral. Barna zsírral az ember simán elhívjuk. Ez tényleg utána olvastam, és igyekeztem, mert ugye ez átalakítható, és egy speciális hidegterápiával készültem már a múlt nyár óta. Ebben benne van a hidegvizes zuhany, benne vannak ilyen 5-10 kilós jégtömbök, amiket így a mellkasára, meg a hasára pakolgat is szórakozásképpen az ember. És ezzel készültem, mert ez állítólag átalakítja, és ezt a bizonyos hátrányt behozza, hogy az én hidegtűrő képességem is az alaszkaiakhoz méltó legyen. Vasárnap délután. Hideg jégakukat pakoltattam szóval, tehát beraktam a mélyhűtőbe, kivettem egy ilyen zacskóba, és utána ezeket, hát kell mérni ilyen hőmérővel, ilyen felszíni hőmérővel. Volt, hogy ilyen plusz 6 fokra sikerült levinni a bőrhőmérsékletét, nyilván nem a maghőt, és voltak fagyási sérüléseim is ebből, úgyhogy én még nyáron itthon kezdtem a fagyási sérüléseket, nem is vártam meg Alaszkát. Na de hát meg kell tanulni a kutyákkal dolgozni, érteni a kutyákhoz, kommunikálni velük. Hát ez olyan szintű ember állat és a természettel való együttműködés, hogy ezt ugye mi itthon ezt el sem tudjuk képzelni. De hát ott tényleg hosszú-hosszú évek kellenek ahhoz, hogy ránézél egy kutyára, és tud, hogy mit gondol, mi jár a fejében, fog-e reggel húzni, nem fog húzni. Szóval, hogy ezt gondolom, meg kell tanulni neked. Erre hol volt lehetőséged? Hát a lehetőségem az volt, hogy tényleg a mai szánhúzó sport legnagyobb alakjával szerződtem le, és időben bár kevesebb volt, de ilyenkor az ember próbálja máshol behozni, és a legjobb mentort választottam. De várj, nézzük magát a szerződést. Bekopogtatál, hogy hívják emberünket? Dallas Civi. Bekopogtatál Dallas Civi ajtaján, hogy hello, Ottó vagyok. Jöttem Magyarországról. Szeretnék nálad gyakornokoskodni. Vagy hogy kell elképzelni? Oda mentél hozzá, hogy jöttél így? Igen, általában ez mindenkinek megragadja a fantáziáját, hogy ez hogy történt. Hát az én történetem nagyon egyszerű, én kimentem turistaként az Iditarodot megnézni egyenőre, és tudtam, hogy ott lesz majd lehetőség
lehetőség bizonyos helyszínekre bejutva ismerkedni ezekkel a szupersztárokkal. Ugye ez a nem tudom, a mai futball világában vagy a Forma 1 világában elképzelhetetlen, de ez még, bár Amerikában híres ez a sport, de mégsem akkora sztárok itt a legjobbak sem, hogy nem lehet hozzájuk férkőzni. Uh-huh. És ezekkel így megvolt a kapcsolatfelvétel. Nyilván az nem ott született meg a szerződés, de egy névjegykártyacsere után tudtuk folytatni Skype-on, és ebből lett egy üzleti szerződés. Egy régi tényleg egy kungfu mesterhez elmegy a tanítvány, hogy szeretnék nálad tanulni, kedves Dallas Szívi, és mondta, gyere hozzám tanulni. Nagyjából így? Az ennyire nem romantikus, nyilván, hogy ez kell. mert elején a kellereket takarítottak. Igen, hát egy nap százan megkeresik, hogy te vagy a legjobb, 28 éves vagy, ahogy látom, tele vagy díjak, a legeredményesebb szánhúzó, kérlek taníts. Erre te odamész, és azt mondod, elnézett a szemben, és azt mondod, hogy téged foglak tanítani, Otto. Tehát van egy üzleti szerződésünk, ami nyilván ezeknek a feltételeknek meg kellett felelni, plusz még szerencsém volt, mert az előző Ausztráliából származó egzotikus versenyzőnek éppen lejárt a szerződés, és ő éppen megcsinált a vízuma. Nem engedték be, sajnos. Úgyhogy egy ilyen hiátus is volt, amiben sikerült belépnem. Nyilván ez egy üzleti profi szerződés, aminek a feltételét nekem teljesítenem kellett. Oké, de a legjobb kutyáit ilyenkor rábízza egy amatőrre, vagy azt mondja, hogy vannak kutyák, akikkel én nem megyek, foglalkozz azokkal. A profi kutyákhoz nem nyúlhatsz, azok az enyémek. Az a háromlábú ott. Hát azért bárki ezekhez a kutyákhoz nem nyúlhat. Egyébként ez érdekes, mert tényleg van egy háromlábú, egy jávorszarvas támadásból, és a Dallas nagyon viccesen mindenkit, aki megérkezett, én is, meg egy norvég versenyző voltam még a kennelnél, tehát mindenkit azzal mutatott be, hogy na itt a vezérkutyád, ez a háromlábú, aki ezután a baleset után már egy speciális helyen van, és egy speciális ellátást kap. Csak félretéve a viccet, igen, van egy ilyen szerződés, nyilván nem a legjobb kutyák a Dallasé, de nagyon sok legjobb kutya van itt, és a második legjobb kutyákkal, tehát az első 16-ot leszámítva a következő úgynevezett B csapattal tudtam én versenyezni már ebben a szezonban, a kvalifikációs versenyeken, és ugyanezekkel a kutyákkal fogok versenyezni majd a nagy időtarodon jövőre. Na most azt látom, bocsánat, hogy az első kvalifikációs verseny rögtön mélyvíz volt, 300 mérföldes távot kellett megtenni, mínusz 30 fokban, és ez csak a kvalifikáció. Ez volt az első verseny? Ez volt az első verseny, ráadásul ez a Copper Basin nevezetű verseny, ez Alaszka legkeményebb 300 mérföldjének titulálja magát, ez a mottoja ennek a versenynek, és nem így terveztük, mert van egy könnyebb verseny, ami viszont elmaradt, mert nem volt elég jég a folyókon, úgyhogy rögtön ebbe a mélyvízbe idézőjelbe. És mondtad Alasz, hogy a célnál találkozunk, kilőtt a jogkutyákat, meg ott maradtál 6 másik kutyával, nagyjából így. Oké, Dallas, thank you. See you later. nagyon hiányzott ezen a verseny, megmondjam, egy ilyen jó hangulatú csapat, mint a Morning Show, tehát igazából nagyon sokat segített volna a verseny teljesítményemen, így azért örültem a 30, így Morning Show nélkül örültem a 34. helynek is, amit sikerült az 50-valahány versenyzőből elérni. Ez egy gyönyörű eredmény. Főleg nagyon büszke is voltam rá, hiszen 20% nem is tudta befejezni alaszkaiak és helybeliek, és nálam tapasztaltabb versenyzők a versenyt. Hát volt ott minden, volt, amikor egy tükörjégen, egy Alaszka valami ismeretlen táján egy tükörjégen csúsztam az orromon, és egy kézzel kapaszkodtam a számra, és azon gondolkoztam, hogy mi a jó Istent keresek én itt. Igen. Éjszaka. Nem. Miért nem szkvassolok? Igen. Ez érdekes kérdés, és ha például te leesel, a kutyák megállnak, vagy azt mondják, hogy nem érdekel, mi megyünk tovább, senki meg nem állít bennünket. Kettes? Aha. Tehát ott valahol a 900. 300. mérföldnél te valahol éjszaka mínusz 30-ban leesel, a kutyák nem állnak meg. Nem állnak meg, érzékelik a szán súlyváltozásán, hogy te már nem vagy ott, de azt gondolják, hogy neked van egy problémád, nem nekik. És érdekes. Tehát ha leesel a szánról, nagyjából halott vagy, vége? Hát azért vannak még esélyei, de ez nem az a jó pozicionálás, amit vizualizálsz a verseny elején, hogy éjszaka ott maradsz a vadonban, több 10 kilométerre senki élő ember, mert állatok azok, igen, és a kutyák pedig egyre távolodnak. Volt ilyen, hogy valóban sikerült majd a harmadik versenyemen, a Yukon Questen sikerült valóban elveszítenem a szánt, mert legtöbbször, amikor leestem, volt ilyen, akkor ugye vasmarokkal kell ezt a
handlebart a szárnak ezt a fogóját fogni, és ilyenkor pár tíz métert húz maga után a kutya, de azért úgy súlyjal, meg üvöltésekkel az ember próbálja rávenni őket, hogy mégiscsak álljanak meg. Na most, hogyha akkor átesel mondjuk, hogy kiszorul belőled a levegő, és ezt hirtelen elengeded ezt a történetet, akkor állt elő ez a helyzet, amiről beszélünk, hogy ők tovább húzzák. Ilyenkor abban reménykedhetsz, hogy tudom, egy olyan kanyar jön, ahol a bokorban megáll a szán, vagy hogyha egyáltalán nem, akkor majd egy előtted levő kutyacsapat észreveszi, hogy egy ilyen fej nélküli lovas nélkül érkezik a ló idézőjelbe, és megállítja és kikötözi, kipányvázza ezt. Szerencsére nekem erre nem volt szükségem, amikor ez valóban megtörtént, akkor egy, hát nagyon nehéz volt a szán, is ilyen 30 kilós szalmabálát erősítettem rá, és ahogy ez elborult, és bele is húzta egy nem teljesen sima terepbe, ott a kutyák ellenállásba ütköztek, és megálltak. Nincs egy jel, egy füttyel, amire megállnak ezek a jószágok. De igen, ez csak Dallas ismeri. Ezért a legjobb. Ez egy külön szerződés, és ez mire mondott, hogy fel. Ott kint a mínusz 30-ban, amikor azt láttam az első kvalifikációs versenyen, 68 óra alatt 5 órát aludtál, és fagyási sérülésekkel küzdöttél. Ki a fontosabb? Te önmagadnak, vagy neked a kutyáid? Hát ameddig így éber és eleven vagy, és még tudsz magadról, mindaddig a kutyák a legfontosabbak, mert ők azok, akik elvisznek téged A pontból B pontba. Tehát én hiába virgonckodok, hogyha ők rosszul vannak, akkor nem jutunk el A pontból B pontba. Tehát mondjuk éjjel 2-kor megállsz a mínusz 30-ban, és azt mondod, hogy van 3 órán pihenni. Az hogy néz ki? Hát az úgy néz ki, hogy a kutyáknak van 3 órája pihenni, és neked körülbelül, hát hogyha 3 órás pihenő, akkor összeg 30 percet. 30 percet marad. 30 Mit csinálsz a másik 2,5 órában? Hát ugye ekkor jön a te munkád, hogy megállítod az oldalamon van egy ilyen 44 lépéses formagyakorlat, ami egy ilyen harcművészet jellegűen egy kata, amit így leírtam az első Magyar az Iditarodon című Facebook oldalon, és akkor meg van lépésre leosztva, hogy neked igazából egy plusz lépésed nem lehet, mert az már időveszteség. A lényeg az, hogy hát most nem sorolom el mind a 44-et. Csak egy-két fontos állomás, hogy mit csinálsz? Egy-két fontosan megállítom, fogom a második horgonyt, kihorgonyzom a vezérkutyát, visszafelé mozdulatból kikapcsolom a hámokat. Aztán fölteszem gyorsan a havat főni, hogy forró víz legyen. Fölteszed a havat főni. Pontosan. Hát ezt, és eteted a kutyákat, és azt mondom, hogy masszírozod őket? Etetem, levetkőztetem, ugye 16 kutya, vagy 11, amivel én legtöbbször versenyeztem, hogy a Szóza 4 az 44 zokni, ezeket tépőzára le kell venni, a kabátokat le kell venni, közben masszírozni kell, olajjal a talpukat bekenni, közben fő az ő vízük, és az ő egy ilyen kúskoncentrátumuk, akkor közben még az hűl, addig vitamint rakok, rostokat és különböző vitaminkeverékeket a szájukba. Hát a következő életemben kutya akarok lenni a szállon előtt. És mindez mínusz 20-ban, mínusz 25-ben, valahol Alaszkában. Tehát ugye ehhez le kell venni a kesztyűt, mert kesztyűbe ezeket nem lehet csinálni. És amikor ez mind megvan, akkor gondolhatsz először saját magadra, hogy esetleg te is elnél valamit, és akkor egy ilyen bevákumolt fonnyat, pizzaszeletet próbálsz becsempészni ebbe a maradék kis vízbe. Azt olvastam, hogy volt olyan, hogy halucináltál egy 10 órás futam után a kimerültségtől? Igen, azt olvastam, több ilyen könyvet elolvastam, akik az Iditarodot, hogy nem véletlenül nevezi, amik a Discovery Channel a világ legkeményebb versenyének, ebbe nagy mértékben benne van ez a kihalvatlanság probléma, hogy 10 napon keresztül napi 1 órát aludni, az már bizonyos halucinációval és ilyen különböző figyelemkiesésekkel jár. Na hát én nem kellett megvárjam az 1000 mérföldes, vagy 1800 kilométeres Iditarodot, én már az első versenyemben ez a szóba került Copper Basinnek a legvégén, mivel nem sikerült az utolsó checkponton, ahol valóban lett volna két nagyon-nagyon jó órám aludni, valami miatt adrenalin, meg stb. Nem tudtam, és tudtam, hogy előttem van egy 110 kilométeres szakasz, ami ráadásul az egész verseny végén kialvatlanságra rá, és akkor már rájöttem, hogy nekem nem kell Iditarod, tehát én már most halucinálok, középkori várakat láttam, falvakat. Oda néztem még egyszer, mégiscsak egy fenyő volt ilyen hóval beborítva. Aztán így perifériás látással megérzékeltem, nem, ez egy középkori város, ahol ilyen kutyák szaladnak ki a különböző utcákból. Oda néztem, és mégiscsak egy fenyő volt. Tehát ez már tudom, hogy milyen. Hát része a történetnek, aki ide beiratkozik, az tulajdonképpen ezt vállalja. Annak számolnia kell ezzel. A kutyák közötti hierarchiát, azt nyilván van az, aki elől megy, aki hátul megy, aki középen megy, hát ez pontos beosztás alapján működik, de hogy a te és a kutya viszonyát kérdezném, hogy ugye hát ez több, mint egyfajta
sima hétköznapi viszony állat és ember között. Nem, ott ránézel a kutyára, tudnod kell, hogy milyen állapotban van, kit hova tegyél, hova kössél be. Ők elfogadnak téged? Vagy az a cél, hogy te legyél a falka vezér? Abszolút ez a cél, mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem fognak rád hallgatni. Tehát a kutyák, ők téged is egy falka vezérnek érzékelnek, és annak kell érzékelnek, ezért is követnek, és hogyha ez megvan ez a viszonyulás, akkor ők akarnak engedelmeskedni, és akarnak megfelelni ennek a gazdának, vagy a falka vezérnek. A 17. kutya, így szoktuk magunkat titulálni. És azért hozzáteszem, hogy ez az ősorrendjük, az nem feltétlenül a vezérkutya az alfa, ő közöttük, hanem a vezérkutyának sokszor azt kell oda tenni, nem feltétlenül a legmarkánsabb kant, vagy a legerősebbet, hanem azt, aki bizonyos paramétereknek megfelel, egyrészt nyilván hallgat a hajtóra, másrészt árkon, bokron, nagyobb gondolkodás nélkül átmegy, mondjuk egy nyílt folyón, akkor nem toporoghat, nem állhat meg, és nem toporoghat, hanem neki bele kell hajtani abba a nyílt vízbe, amit nem nagyon szeretnek a kutyák, de pont ezért nagyon fontos, hogy milyen vezérkutyát választok, milyen szakaszra. De olyan nem volt, hogy nem okos. Igen. Vagy megy, te együtt tökéletes. Igen. De olyan is van, hogy ő megy, te pedig azt mondod, hogy háj, ne, van fék természetesen egy ilyen a lábunkkal egy olyan fog, amit egy ilyen amit egy fűrész fog úgy néz ki, csak nagyobb, amivel teljes súlyunkkal rá tudunk nehézkedni, és akkor ezáltal jó esetben meg tudjuk állítani a szánt. Nyilván ez a hóviszonyoktól is függ, hogy ezt tükörjégen próbálod, hóba próbálod. Volt nekem olyan, hogy igenis a kutyák nem arra mentek, amire szerettem volna. Itt egy pillanatig én voltam bizonytalan, mert egy előző csapat leverte azokat a markereket, amik mutatták, hogy egy nyílt vízen kell átmenni, és a kutyák nyilván, hogyha nem mondtam semmit, akkor nem azt választották, nem bevittek egy folyóba, tehát a folyónak tehát a többi részében, ami egyelőre jég volt, akkor már rájöttem, hogy arra már egyáltalán nincs marker, és már olyan helyen voltam, ahol egy csomó nyílt víz volt körülöttem, atya ami Isten. Egyáltalán nem volt megnyugtató, mert rájöttem, hogy én most egy nagy hurkot kell írjak a kutyákkal, ezek között a nyílt vizek között. Megállítottam, akkor rájöttem, hogy a másik oldalon ez a marker le volt törve, és mégiscsak ott kellett volna menni. A blogomban már nagyon jól megtanultam, hogy kell blogot írni, és itt fejeztem be egy fejezetet. Igen, szép. Ha most reklám lenne, vagy hírek, még nem vagyunk ott, elmennék érezni egy picit. Folytatjuk a hírek után. Egy érdekes kérdés, hogy az Iditarodról 1800 kilométerről beszélünk. Hát hogy van a fejedben az egész táv? Tényleg ott van egy kereszteződés, hát ott egy másodperc alatt kell döntened, hogy balra vagy jobbra. Honnan tudod, ha nincs marker, hogy ott merre mész? Jó esetben markerek vannak mindenhol, ahol ilyen kétesélyes a dolog, vagy egy Y van, ott a marker is ott kell legyen. Tehát probléma akkor van, mikor egy talajközeli vihar kifújja, elviszi, vagy egy előző szános átmegy rajta és bedöngöli a hóba, akkor van az, hogy te megérkezel következőnek, és nem látod, hogy merre az út. Ilyenkor rábízhatod magad a kutyák szaglására, akik érzik, hogy az előző csapat hol ment, ha az előző csapat jó helyen ment. Hát ez az, ugye? Ha Dallas nem szórakozik és vízbe téged valahova. Igen. Ugye, hogy kicsit izgalmasabb legyen a verseny. És hogy a Dallas szárnya mögé nem lenne odakötve egy fenyőág, akkor sokkal könnyebben megtalálnád a nyomokat. Igen. Neked ott van segítséged? Tehát tényleg a kutyák téged ledobnak, és ott vagy az 1800. kilométer, 600. kilométerénél, és kész, egyedül vagy mínusz 30 fokat, téged kimentenek, vagy azt mondják ezen a versenyen, hogy old meg, beneveztél, vállal ez a te felelősséged. Telefon és semmiféle két irányú kommunikációs eszköz nem lehet velünk ez a versenyszabályzat része. Lehet semmi. Nem lehet semmi. Akinél telefon, most legutoljára tavaly kitiltottak egy versenyzőt, mert iPod touch-ot vitt, amit zenét hallgatni vitt, de mivel az fel tud csatlakozni a wifi-re, ezért az már két oldalú kommunikációnak számít, és ezért ki is tiltották a versenyből. Van egy SOS gomb a szánodon, de pont hogyha ledobott a kutya szán, és a szánt elvitt, akkor az pont nincs nálad. Tehát az nem a zsebedben van. Ki talál meg? Vagy mit csinálsz? Mínusz 30 van a 600. Most például elvesztette egy angol hölgy, elvesztette a teljes kutyacsapatát, és helikopterrel keresték 24 óráig, ez a mostani pár héttel ezelőtt befejeződött Iditarodon történt. Úgyhogy a hölgynek nem volt más, ő maga követte a markereket gyalog, mint ahogy kutyaszállnak kellett volna, és azt hiszem, hogy 10 óra alatt beért olyan helyen, esetleg 10 óra alatt be tudott érni. Kint a mínusz 30-ban? Igen, a következő checkpoint. Hát ilyenkor
Erre mondjuk, hogy van, amikor nagyban gondolkozás az nagyon hasznos, ugye az üzletéletben is, meg máshol is van, ahol a kicsiben gondolkozása jó. Tehát itt nagyon sok olyan helyzet van, ahol ha nagy képet látod, akkor beleörülsz. Inkább a kicsiben gondolkozás, hogy mi a következő lépés. A következő lépés, hogy jobb lábamat a bal lábam elé teszem, és ezt ebbe az időbe beszűkülve próbálok, ha kell órákig, ha kell napokig helytállni, és tenni azt az egyetlen dolgot, amit lehet, a legjobb dolgot. What's the next best thing to do? Ezt szoktam mondani, Dallas, azt jelenti, hogy mi a következő legjobb dolog, amit tehetek. És ilyen krízis helyzetekben ez a megoldás, ezt kell csinálni. Na, innen folytatjuk mindjárt, mert beszélünk még magáról a versenyről is, erről az 1800 kilométeres távról, amit ugye kutyaszánnal tesznek meg, hogy ott mi vár majd rád, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Vendégünk van itt a stúdióban, Balog Otto, az első magyar, aki indulhat a jövő évi alaszkai Iditarod kutyaszánhúzó versenyen. Csak azok kedvéért, akik nem hallották ugye az előző fél órát, 1800 kilométeres táv, amit a versenyzők kutyaszánnal tesznek meg. Hát ahogy beszéltük, ugye úttalon, utakon, befagyott folyókon, és hát -20-30 fokban tulajdonképpen. Ugye ez a -20-30, ez reális, körülbelül ennyi van. Igen, ez általában ez az átlag. Aludtam kint hálózsákban -40-en is a kutyák mellett, de ez a ritkább. Olyankor azért közelebb húzódsz az ebekhez, nem? Hát, hogy mennyire hideg van, annyi kutyát kell bepakolni a hálózsákba. Kicsit elmacskásodik az ember azért, nem? Az alvás végére, ugye? Picit azért így át kell mozgatni. Na, te most októberben indulsz újra ki, és jövő márciusban lesz a verseny. Igen, ez az időtarod, ez minden március első szombatján indul, és maga a felkészülés, a tréning szezon az ugye már nyár végén elkezdődik, ősszel már mindenképp tart, és a kutyákba úgymond bele kell tenni azokat a mérföldeket vagy kilométereket, mint ahogy a hajtóban is, hogy úgy érkezzenek meg márciusra, mint egy felkészült csapat. Milyen kutyák ezek? Alaszkai huskyk, ez nem egy hivatalosan elismert fajta, de viszont teljesítményben ezek tudják ezt az ultramaratoni távot a lehető legjobban megtenni. Na, mit tudunk erről a versenyről? Tehát 1800 kilométeres táv. Hányan indultok? Hogy történik a rajt? Ugye beszéltünk a felkészülésről, oké, megtörtént a kvalifikáció, felkészültél, egyszer csak ott áll majd az ember a rajtnál. Ugye ez minden kutya szánhúzó álma, ugye ez a csúcs, amiről beszéltünk. Így van. Hogyha így képlékeny vagy, hogy jobban meg szeretném mutatni, mi ez a táv, ez Debrecen-London. Tehát, hogy Debrecenbe felülünk, és Londonba leszállunk, és tulajdonképpen nem egy ilyen civilizált területen megyünk át, hanem Alaszkának ugye a legdurvább részein, ahol tényleg bölények vannak, több mint ember, farkasok vannak, jávorszarvasok, és igen, a kérdésedre válasz, 85-en indultak ebben az évben. Ez egy folyamatosan, de enyhén növekvő szám, egyre népszerűbb, egyre több ismertséget kap az amerikai és a nem csak amerikai figyelmet is, egyre többet kap az Iditarod, viszont nagyon kemény a kvalifikációs verseny, tehát mégsem duplázódik évről évre a száma, mert nagyobb elkötelezettség, és ez egy nagyon erős szűrő is, hogy ki megy át a kvalifikációs verseny. Hányan értek célba a 85-ből? Azt hiszem, hogy ezen a versenyen, amikor a hóviszonyokat most dicsérték, hogy most nagyjából azért a tavalyihoz, meg a tavaly előtthez képest jobb volt, azt hiszem, hogy 12-en nem tudták végigcsinálni. 12-en nem csinálták végig. Egész jó. Fegyver van nálad például, amikor meg tudod magad védeni? Nálam nincs, de sokan esküsznek rá, hogy muszáj fegyverrel elindulni. Most csak egy helyi sztori a szomszédságból, ahol mi edzünk, egy norvég srác, aki kiköltözött most már több éve Alaszkában, és nagyon jó eredményeket ér el, folyamatosan top 10-es az Iditarodon. Most történt meg vele, másfél hónappal ezelőtt találkoztunk, és mondta így, hogy egy jávorszarvas neki támadt a csapatának. Háromszor végiggyalogolt oda-vissza a kutyákon, próbálta őt is levadászni, de a kutyák így belekapaszkodtak, meg minden. És kérdeztem, hogy nem volt puskád? Ő mondta, hogy hát tegnapig nem, de ma már van. Hát de mindenre gondolom, medvére farkasod, hogy egy jávorszarvas jön és kinyír. A jávorszarvas a legrosszabb. A medve hibernál, és ezért nem valószínű, hogy találkozunk vele. A farkast, ember emlékezet óta farkas nem támadott meg embert Alaszkában, tehát ez inkább egy kicsit ilyen legenda, ami a népmesékből és a stb. Kutyákat szívesen megtámadnád, amikor ember van ott, akkor nem.
Viszont a jávor szarvas, ezt úgy kell elképzelni, mint szarvasbőgés idején egy ilyen őrült szarvast, ami mindenek neki megy, mert azt gondolja, hogy az övé az út. Aha. És szó szerint agresszív, tehát nem csak az, hogyha pont megleped, vagy egy borjúval van, hanem agresszív tud lenni, főleg, ha nagy a hó, és nagy a hideg, mert akkor nem talál táplálékot eleget, agresszívabb lesz, és az úton, ha nagy a hó, akkor nem szeret lemenni az útról, hanem menjen le bárki más, csak nem ő. Jávorszás, milyen jó az. És kézzel, hogy mész, és azt lehet, hogy 200 méter az egyik marker mellett egy kis pont, ami növekszik, és egyre inkább hasonlít egy jávorszarvasra, akkor mit csinálsz? Hát volt ilyen, hogy 3 méterrel a szánunk előtt átfutott, szerencsére keresztbe és nem felénk a jávorszarvas ilyenkor. Nem vagy nagyon nyugodt. Az egyetlen, amit tehetsz, hogy leteszed a két hóhorgonyt, és vársz, és te nem közeledsz, és te nem támadsz. Ezt csinálta egyébként a norvég kolléga is, de nem volt szerencséje, mert a szarvas egy picit ideges volt, és ezt a jávorszarvas nem egy őzikének kell elképzelni, tehát ez egy kafferbivaj nagyságú történet, tehát ilyen 3 méter magas, óriási agancsa van, és már akkor félelmetes, hogy ki van tömve egy hotelnek a haljában. Azért ez elképesztő. A profik hány nap alatt teszik ezt meg, ez 1800 kilométeres távot? Hát a világrekord, amit most Dallas újból megdöntött, ez 8 nap és 11 óra. Ebben benne van a 24 órás kötelező pihenő is, amit a versenyszabályzat előír. De 5 nappal később is érkeztek még az utolsó versenyzők. Van egy nagyon szimpatikus szabály. Eleve az időtarod sok dologban egy picit más, mint más versenyek. Például nincs korhatár. Tehát most például elindult egy 75 éves vad outdooros ember is, aki már többször nyilván teljesítette az időtarodot, és most 75 évesen újra elindult. Sajnos neki most pont nem sikerült befejeznie. 18 éves 19 éves versenyző is elindult, ő befejezte. Férfiak, nők vegyesen indulnak, és hát mindenféle veszélyek vannak, most például olyan, amire megint nem számítottunk, hogy egy őrült, teljesen totál matrészeg helyiben szülött, úgy gondolta, hogy ő megcentizi azokat a kutyaszánozókat, akik ott az ő környékén járnak el. Ezt szó szerint abba állt, hogy megtámadta többször, és visszafordult, és megint megtámadta pont a két legjobb versenyzőt, akik az élbolyba haladtak. Az egyik egy hölgy volt, aki sok mindent látott már a trélen, most egy markert kellett kivegyen a földbe, és próbálta ütni, verni a szánt. És tényleg nagyon szomorú, ez még mondjuk vicces, mert neki nem történt baja, de a következő szánnál a Jeff King, aki négyszeres bajnok, tehát neki az egyik kutyáját megölte. Atya Isten, ő azért ezt a telek problémát elég szigorúan veszi, hogy az az ő telkeit nincs áthajtás, nem? Hát ráadásul nem is az ő telke volt, de lehet, hogy úgy érezte abban az illuminált állapotban. Neked itt mi a cél, végigmenni, vagy tehát először ugye indulsz ilyen, hát már az is, hogy nagy, oda kijutottál meg egyáltalán, hogy kvalifikáltad magad, óriási szó. De ha már ott van az ember, akkor nyilván eljátszik a gondolata. A középmezőny, vagy elsőre azt mondta, hogy de jó, ha végigmennék, az már egy nagy eredmény lenne. Az első célja azt gondolom, hogy mindenkinek az, hogy ő maga és a csapata egészségesen éppen beérjen. Ezt még azok is így vallják, akik tényleg az első helyre hajtanak. Az én célom nem lehet más, mint hogy végigcsinálni, és ott lenni tényleg egy energikus, jó kinéző kutya csapattal a végén. Általában az eddigi versenyzéseimből okulva, vagy ahogy eddig is csináltam, az első 4/5-ében a versenynek én abszolút csak a kutyára figyelek, semmiféle verseny, nem is érdekel, hogy hányadik vagyok a mezőnyben, mert a mi stratégiánk az, hogy a kutyákra kell figyelni, a kutyák szerint kell meghozni a döntéseket, nem pedig a mezőny szerint. Az utolsó 1/5-ben ott már van egy kis hely arra, hogy az ember akkor versenyezzen, vagy akkor kitűzzön esetleg versenycélokat. Általában a Dallas, és ugye tőle tanulok én is, a mi stratégiánk az, hogy lassan indulunk, de erősen fejezzük be. Nem akarjuk a csapatot túlságosan meghajtani, aztán pedig szétesik a csapat. Láttunk erre példákat, hogy ez tragikus. Tehát a csapat a kutyákat jelenti? Igen, tehát egyszerűen túlhajtjuk őket, és egyszerűen lefeküsznek, és nem hajlandók tovább menni. Van ilyen, hogy egy kutya azt mondja, nem megyek tovább? Most képzeld el, hogy egy 1800 kilométeres versenyen, most akkor megfordítom, tehát Londonból indult, és Debrecenbe ér véget, és mondjuk ott Hajdúszoboszló magasságában az a hölgy, aki az egyik leghíresebb versenyző, és nagyon tapasztalt is egyébként, és vele megtörtént, hogy 6 kilométerrel a cél előtt megálltak a kutyái, és lefeküdtek, és hosszú időn keresztül nem voltak, nem is tudom, hogy hány órán keresztül nem voltak hajlandók felállni.
hát ez elég ideges, hogy tesszük, hogy második helyen volt a hölgy, és kellett nézni, hogy a többiek így elmennek mellette, ő pedig a kutyáit nem tudja felállítani. Idén is volt egy ilyen, Brent Sess az első háromban volt benne, a két szívivel, a Dallas szívivel és az apjával, a Miss szívivel, akik már az elmúlt versenyeket megnyerték, és velük versenyzett, és ott volt a top háromban. Egy picit túlhajtotta a kutyáit, nem csak, hogy nem tudott az első-második helyért végül menni, hanem a harmadik helyet se tudta megőrizni, aztán az ötbe se tudott elindulni, mindez 80 mérfölddel vagy 100 mérfölddel a végelőtt. A végén a 20. helyen tudott, úgy akkora tudta felállítani a csapatát, hogy rávegye, hogy fiúk, azért mégis be kell ezt a versenyfejezni. Hallgatom, amit mondasz, ez nagyon magányos dolog ez egyébként, hosszú-hosszú napokon keresztül, vagy közben valamiféle olyan magány tapasztal meg az ember, hogy rájön, hogy ez az igazi élet, amikor ilyen szinten kapcsolatban vagyok a természettel. Volt ilyen érzésem is, meg olyan is, tehát van, amikor nagyon jó egyedül lenni, és tényleg ott van a gyönyörű északi fény, és egy diadalívet ír fölötted, és átszánozol alatta, és azt mondod, hogy ez fantasztikus. És van, amikor azt mondod, hogy bármit csak ne ez. Hosszú 10 órákon keresztül nem vagy csak egyedül. Azért ez az egész, a romantika mellett ez azért nagyon monoton tud lenni. Tehát ugyanazok a kutyák, a nézését, meg a járását, de főleg a járását. A hó sihan el melletted, és a vége már amikor mínusz 30 fokban az 5. óra van, akkor már pont nem érdekel, mennyire szép a táj, nem érdekel, mennyire szép az északi fény, inkább a XY és az esti fény jut eszedbe. Tehát vannak ezek a pillanatok, ahol mindenből eleged van, de igen, magányos, ez egy magányos történet. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik. Ugye azt mondtad, hogy októberben mész vissza, és jövő márciusban van a verseny. Szerintem... Egy év múlva jössz. Egy év múlva, igen. Ha mi azt még vagyunk, akkor beszélünk mindenképpen. Jó? Jó? Előtte. Még a verseny előtte. Annyira izgalmas, amit mondasz, hogy azért ez csak így hallgatni is rettenetesen jó, és rettenetesen nagy élmény. Dallasnak van olyan egy-egy mondat, amiből az ember merít, és amit úgy odaszól, és egy olyan bölcsesség, mire azt mondta, hogy igen, hogy lehet ezt a például ezt az iditarodot végigcsinálni, mondd ő erre valamit, ha azt kell mondani, mondja egy mondatot, hogy lehet ezt végigcsinálni élve. Vannak ilyen nagy okosságai? Vagy a Dallas 29 éves, 11 éve fiatalabb nálam, de rengeteget tanultam belőle, elképesztő bölcsesség van benne, és rájöttem, hogy ennek egy része ebből az iditarod életstílusból származik, ahol nagyon, amit ott megtanulsz, nagyon jól tudod vetíteni az életedre, akár általánosan, akár az üzleti életre, úgyhogy én hát a blogomon rengeteg ilyet leírtam, az első magyar az iditarodon, a Facebookon. Az egyik a kedvencem az, hogy a kutyacsapat, egy nyerő kutyacsapat az egy műalkotás. Tehát az egy, most is azt mondta a csapatára, hogy ez az én Mona Lisám. És ezt valóban szó szerint érti, hiszen az, hogy a kutyák a helyükre kerüljenek, a vezérkutya, a swing kutya, stb. Ezt az egészet egész évben úgy kavargatja, mint a színeket egy festő, és a végén összeállítja azt a csapatot, amelyik tudja, hogy a legjobbat tudja kihozni. És hát ez bizonyított az idei verseny is, mert ez a Mona Lisa megnyerte. Otto, hát ezt kívánjuk neked is, hogy egy év múlva ilyenkor meglegyen a saját kis műalkotásod, a Mona Lisád, és aztán hát végigérjél, menjél, odaérjél, életben maradjál lehetőleg, és hát sikereket hozzá. Én is várom Nóma előtt az utolsó vacsorát, amit meg a kutyáknak fogok felszolgálni. Köszönöm, itt lettem. Köszönjük szépen, Balogh Ottóval beszélgettünk az első magyarral, aki indulhat a jövő évi alaszkai kutya szánhúzó versenyen, ami 1800 kilométer. Na, megmutatjuk gyorsan, mi a beugró, jó? A hármas ugrásra. Ha valaki játszana velünk, akkor figyeljem. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Mutatjuk. Ennyi? Hát most ilyen. Na. Ha tegnap panaszkodtál, hogy hosszú, ez most akkor rövid. Na, hogy gyerjek. Mutassuk meg még jó. Hát tessék, kapaszkodni. Jó. Szerintem mondjuk ez három dal, nem öt, de mindegy. Igen. Megint, hogy mit hallottunk. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, ez az, amire szükségünk van, úgyhogy küldjétek el nekünk. Jó, 6 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az Éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után, 9 perccel itt vagyunk a Klasszon. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Pest felé haladok az M1-es autópályán, úgy hallottam, baleset van arrafelé. Tudna valaki információt adni erről? Gergő írta nekünk. Persze, Gergő, azonnal tudunk neked segíteni. Az M1-es 27-es 26-os kilométerek között továbbra is hatalmas a torlódás az M1-esen Budapest felé. A Herceghalmi kiárulóig 8 kilométeres a sor már az autópályán. Budapest felé mindenkit leterelnek az autópályáról, a Herceghalmi kiárónál, és hamarabb jut át az, aki már Bicskénél kimegy az 1-esre. Ezt Ádám küldte nekünk. Komplett segítség. Mi gyerekek, mi ezért vagyunk, egy hallgató kérdezi, a másik hallgató elküldi, mi bemondjuk, és ez egy win-win szituáció, nem? Ne. Még valakinek valami. Egy win-win, egy win-win szituáció. Aha, én kérdezem, ő megírja, bemondom, neki is jó, elkerüli, hál' Isten, reméljük, hogy sokan nem futottak bele. Aki pedig még megy arra, az el tud menni másfelé le az egyese. Baleset van a Hűvösvölgyi Nagykovácsi út találkozásánál, a Molkútnál, nagy a dugó, Kata, köszi, hogy elküldted nekünk. Valamint Budakalászon motoros gázolás történt a felüljáró után, a befelé vezető oldalon 20 perces torlódásra számítson mindenki, üzente Markó. Köszönjük szépen. Árpád hídról tudtok-e valamit? Egyelőre nem látjuk, hogy lenne ott valami, szerintünk jó haladás, és a Herceghalmi baleset oka az, hogy két kamion csattant, és emiatt van hatalmas dugó. Az M5-ös felé se nagyon lehet menni a nulláson, Vecséstől áll a sor, ezt teve küldte nekünk, úgyhogy hát ott is próbáljátok meg kerülni. Kaparó csárda, trafi, ez a 33-ason van. Nagyon jó kis beszélgetés volt. Nagyon jó. Nem magunkat fényezve, hanem sokkal inkább a vendégünket, hát elképesztő tényleg. És milyen jól mutatja azért, hogy mekkora nagy közhely tényleg, de hogy az embernek van egy álma, az mennyi mindenen áthúzza. 6 évesen elolvasott egy könyvet, és azt mondta, hogy én ott leszek ezen a versenyen, és felnőtt, és ment azután, amit az álmai diktáltak, és elindul jövőre azon a versenyen, amiről 6-8 és még nem is hogy tudod, csak akkor már tudta, hogy ezt akarja csinálni. És odaért, nem? 30 évet az életedből ennek szenteltél, ezért építettél karriert, hogy egyszer azt mondtad, hogy oké, kint vagyok az Iterodon. Igen, ott van az Iterodon, 1800 kilométeres táv. Hát számolgattuk ugye, hogy ezt 9-10 nap alatt teszed meg, hát az durván. Hát ugye, és 9 nap alatt a profik teszik meg, tehát 2-300 kilométer, 250 naponta, ha mondjuk 11 kilométer, 11 nap alatt teszed meg, mínusz 30 fokban, egyedül a kutyáiddal, elképesztő. Aztán Jani még ugye ellátogatott a blog. Persze, megnéztem, hogy igen, az első magyar, pontosan mondjuk van, hogy első magyar az Iditarodon, ez az ő Facebook oldala, zseniális történetek vannak, egy csak tényleg így nagyon gyorsan, de mondjuk is elolvashatok, az egyik profival történt meg, az Didi Johnronak hívják, akinek a 34. Iditarodja volt az ezt megelőző már, vele fordult elő az, hogy most ezen a versenyen találkozott egy bölénnyel. Hát a bölény nem más. Nem játék. Hát igen, a bölény, ahogy szokták mondani, a bölény nem játék, és ez a bölény az éppen megpróbált egy kis barna kúdát kicsomagolni az út mentén, ahol ők elhaltak volna a szánnal. És hát ugye Didiék megálltak, és hát, hogy hát a szemérmes a bölény, vagy valami, megvártak, amíg elvégzi a dolgát, a bölény jó is tett, és elsétált a kanyaron túlra. Na, akkor Didiék elindították megint a szánt, elmentek, de kiderült, hogy a bölény a kanyar után is megállt egy kicsit, még kicsomagolni még egy adag barna kúdát. Azt megint elvégezte, Didiék szemérmesen természetesen megvárták, hát ez nem tetszik a bölénynek, oké, de a bölény harmadszor is megállt, akkor viszont már Didiék unták meg a dolgot, és el akartak mellette menni, viszont a bölény nem tetszését úgy jelezte feléjük, hogy hátrarugott egyet, és beküldte őket a bozótba. Egyetlen rúgással a kutyák szanaszét. Hál' Istennek nem sérült meg senki, tehát tudták folytatni a versenyt, de akkor is. Igen, na hát nagyon jó történtek vannak. A barna kúdázó bölény nem játék. Közben kiderült, hogy Dallas Civi, aki 28 éves kora ellenére a legnagyobb ágyú, kitalált, hogy pihenteti a kutyákat zsákban. Zsákban. És vannak a húzókutyák, illetve vannak, akik szám végén ülnek egy zsákban és utaznak, és cserélgetik a pihenő kutyákat. Szenzációs. Óriási taktikázás megy. Hihetetlen, egy sok játszma az egész. Na, úgyhogy jó volt. Jó volt ott tovább beszélgetni. Az egész beszélgetés egyébként fönt van a morningshow.hu-n, úgyhogy meg tudjátok hallgatni. Nagyon sokan kérdezitek tőlünk, hogy folytatjuk-e még trollkodásunkat, már ami a nagyon tudományos és abszolút reprezentatív kísérletünket mutatja, ugye, hogy tudományosan van a hangsúly. És itt a tudományosan van a hangsúly, miszerint betelefonálunk-e még más rádiók reggeli műsoraiban. A dolgot azért kell abba hagynunk, mert hát nem, hogy elterjedt ez a dolog, hogy mi elkezdtünk trollkodni és három napja ezt csináljuk, hanem vidéki rádiók készülnek, várnak minket, írogatnak nekünk, hogy őket hívjuk, és most kicsit mindenki abban reménykedik, hogy már ő lesz a kiválasztott, és kellőképpen be tudja promózni magát. Tehát ez addig volt jó, és addig volt spontán, amíg hát erre nem voltak felkészülve a rádiók. Azért nem folytatjuk és állunk meg, bár azt ígértük, hogy ma még megtesszük, mert most már nagyon sok helyről hallottuk. Azon rádiók közül is, akiket hívtunk volna, hogy tudnak róla, hallották,
várják, készülnek rá, és komplet stábok állnak ott, hogy adásba kell tenni őket. Na, ha nyelveszes föl, köszönjél, mondjad a neved, és azonnal tedd a pultra. Marika, hazul a telefon! Tesőkém helyesbíteni, nem 300 ezeren fogják hallgatni, hanem 1 800 000 majd. Igen, úgyhogy itt érepont egy hallgató, hogy trollkodjatok, léci, már tegnap is éreztük, hogy már egy-egy rádió számít ránk. Kitalálunk majd valami mást, és természetesen folytatjuk, de ez tényleg akkor jó, és úgy jó, ha ezt előre kellett volna megcsinálni, és elkészíteni X beszélgetést, és aztán leadni ugye felvételről, de ennek híre ment, úgyhogy, úgyhogy ezt befejezzük, és nem folytatjuk. Már, de nagy sikerű. Rovat volt, rövid ideig tartott, de mi is nagyon szerettük. Kiderült, hogy nem könnyű reggeli rádió műsorként bekerülni egy másik rádió reggeli műsorába, sőt, mint több szinte lehetetlen. Szerintem nem? Már riadólánc ment egyébként, egymást is hívogatták. Van most egy ilyen a Morning Show-ba, figyeljetek. Igen. Ha valaki azt mondja, Balázs, add azonnal adásba. Összegezve vízforraló, kesztyű, 2 óra ingyen parkolás, és semmi más. Semmi más. Nem sikerült. Sok minden nem nyertünk azért ebben a 3 napban, legyünk őszintén. Majdnem megvolt egy 10 000-es ajándékcsomag a Csaba Rádiótól, de csak majdnem. Ott Csaba fúvol a játéka. Ja nem, az a Kecskemét, gongol. Ott majdnem nyertünk egy siófoki 3 hétvégét majdnem. Egy Ladával. Jó, de az már olyan, mint Lada tesztvezetés. Teletolka. Azért azt tegyük, hogy Lada tesztvezetés. Igen. Tegnap írja egy hallgató, nem tudja, hogy komolyan, hogy milyen kár, hogy nem délután vagyunk, mert délután áttelefonálhattunk volna a Musicba, ahol egy 2-1-ben hátvakaró és ilyen cipőkanál volt. De jó, azt. Úgy de szép. Nem tudom, hogy komolyan, ha komoly, kicsit megrémiszt a dolog, de hogy egy hátvakaró egy cipőkanál 2-1-ben ezt lett délután. Aha, vagy rendes kanál és más vakaró, hogyha megfordít. Igen. Na, úgyhogy köszönjük, drágák vagytok, hogy ezt hiányoljátok, de azt gondoljuk, úgy érezzük, hogy ezzel meg kell állnunk, meg kellett állnunk. Hát ugyanakkor lehetne ma is elereszteni egy telefonon egyik kedves hallgató. Én szívesen, azért benne vagyok. Ez Dávid küldött nekünk egy hirdetést, amit egy újságban talált, és szerintem nagyon izgalmas a téma. Következő, itt van egy szám, nem mondom be, ha akarjátok, szerintem felhívhatjátok. Egy nagyon kedves idős hölgynek az arca van még a képen, és az, hogy 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hívj bátran. Most hívjuk fel. 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hívj bátran. Aha. Ó, hát na, ez jó. Hát az akkor elején. Megyünk tovább ezen a vonalon. 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hívj bátran, és egy nagyon helyes ősz, hajú, nagyon idős néni van. Igen, szerintem nagyon finom pitéről lehet. Almás. Társkereső oldalon? Igen. Aha. Pultra tudunk rakni saját telefon? Mert szerintem 90-es mi nem tudunk hívni. De mit ígérhet a néni? Igen, kóstold meg a pitémet. Úgy sütök, ahogy senki más nem süt. Hívjuk föl, nézzük meg, hogy tudunk-e vele beszélni élőben. Jó, hogy hasonlít az eddigihez. Innen tudunk 90-est hívni? Lehet-e Meldíjas? Igen. Na, most mondod, Zsűr. Most nem tudjuk, évek óta? Életben. Szerintem nem lehet. Nem jogosult. Nem jogosult. Nem jogosult. Akkor tegyünk egy telefonpultra. Kénytelenek vagyunk Zsül telefonjáról. Hát vagyom az enyémről, nincs, kihangosítom. Csak annak nem lehet jól hallani. Pultra nem tudod rakni? De tegyük pultra. Hol ez a zsinóra? De a néni nem lehet, hogy kivágták az arcát valahonnan és berakták. Tehát ez a néni keresi most a párját. Lehet, hogy csak illusztráció. Azért mondom, lehet, hogy nem. Csak illusztráció. Nem lehet, hogy nénye illusztráció egyébként tényleg. Tehát, ja, de mondjuk Dávid irányultságát sem nagyon értem, de mindegy, ez egy más téma. Igen, lehet, hogy ő is így arra vágyott, hogy valaki, mert ugye Balázsék is kapnak egy nényétől, egy nagyon kedves nényétől időkéde egy tászta süteményt, nagyon finom rácsos linzert. Nem nekünk van ilyen kapcsolatunk. Igen, várjad a gyerekek, nekem a néni az bérsüt. Tehát ő bérpitét csinál, nem ajánlott még soha mást, és nem volt ilyen, hogy átadta a forró gőzögő almás pitét, és kacsintott egy nagyon. Ugye, hetek ezelőtt én elmondtam, hogy van egy néni, akivel mi bérsütettünk, mert szenzációsan süt, és én adok neki pénzt, ő ezen egy kicsit keres, és megsüt egy óriási tepsi almás pitét. Ez megint egy win-win helyzet, ugye? De ez a nénye, ez a néni sosem kacsintott rám, hogy manáskám, a másik pitémet is megkóstolhatnám. Nem akart elköszönteni, manáskám. Igazi a pide. Ilyen ember a forrában nem volt. Pulton vagyunk, Zsúl? Pulton vagyunk. Na, mutasd a telefonszámot, nézd ki még egyszer. Itt van, tessék, parancsolj. Mit ír a nénye? Hogy 82 évesen úgy érzem, nincs határ. Hívj bátran. Hát bátran fölhívom. De most mi, hogy beszéljünk vele? Hogy rádióban vagyunk? Vagy? Hát jó kérdés. Hát mondani kell, nem? Mondjuk. Igen, szerintem azt kellene, nehogy esetleg. Ott hogy valakit fölhívtunk. És... Persze, mondjuk neki, hogy... És ezt egy hallgatón küldte át magát a hirdetést? Tényleg? Igen. Köszönjük, Dávid, még egyszer.
fura ízlésed van, de köszönöm. Szerbusz, angyalkám! Na, kezi csokolom! Halló! Halló! Hogy hívnak? Kezi csokolom, jó reggelt, Balázs vagyok, Sebestyén Balázs. Jó reggelt, kedves Balázs! A Morning Showból? Igen. Tetszik minket hallgatni? Igen, édesem, mindig hallgatom ezt a csodálatos rádióműsort, és örülök, hogy hallom a hangodat. Hogy vagy, Balázs? Hát lassacskán. Öregesen vagyunk már. Egy keresztembe tetszik... Hallom, hogy nagy ott a jóket. Hát, az bizony. Egy újságban láttunk egy hirdetést, a szöveg úgy szól, hogy 82 éves vagyok. Hogyan? 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hív bátran. Hív bátran. És mi hívtunk? Vagy hát hívtuk vagy nem tudom, mit mondjak. A határig nem menjünk el, de vázoljuk már. Hát özvegy asszony vagyok, édesem, és hát a leányom segített, hogy föladjam ezt a hirdetést. Egy keresztnevet tessék nekem mondani, hogy csak fölírjam. Hogy? A keresztnevet. Hogy szólíthatjuk, hogy szólíthatjuk négye. Erzsike, Magdi, tessék. Olga vagyok, elnézést. Olga, kezdj csokolom magát, sebestyém Balázs, igen. Olga néni, ez a lánya segített feltenni, ezt mi egy bulvár újságban találtuk, illetve egy hallgatónk küldte, a lánya tette fel Olga nénivel ezt a hirdetést? Igen, édesem, hát ő mondta, hogy találjak már magamnak valakit, hogy ne legyek egyedül. Ja, ez egy társkereső. Ja, értem. Tehát ez Olga néni egy társkereső oldalra tette föl. De ugye egy párt keres. Én nem tudtam, hogy ez valami labba van benne, édesem, hanem képzelje el, hogy ő hozta az újságot, és akkor ottan mutatta nekem, és hát majd leestem itten a Hokedliről. Ja, hogy Olga néni látta már önmagát az újságban. Az a fotó, ami ott van, az valóban Olga néni? Amit mi láttunk a fotón? Ez az én fotóm, aranyoskám, igen, a leányom kért egy fotót, és hát itten elővettem a dobozt, és abból adtam neki. Mi vagyunk az első, aki hívják Olga nénit? Nem, aranyoskám, már voltak jelentkezők. És randi is volt belőle, vagy csak a telefonhívás? Hát meg van beszélve egy randevú, de hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert még azt mondta az úriember, hogy majd visszatelefonál, és akkor meglátjuk. Itt valami nagyon nem stimmel. Hát igen, valami nem stimmel, de egyelőre nem jöttem rá, hogy mert én most ebbe belecsöppentem. A hallgatónk által, aki átküldte ezt a fotót. De kedves Balázs, hát mit akartál, vagy tegezhetlek? Tegeződjünk, én nagyon nem tudok magázodni, mert fejben mindig át kell konvertálnom. Jó, rendben, akkor tegeződjünk, úgyis az elején letegeztelek téged. Na az nem baj, az nem baj. Hát úgyis az idősebb ajánlja föl, ugye? Nem így van? Talán az Aranyoskám, hát figyelj, várom az igazit, nem hiszem, hogy fehér lovon fog jönni, de sose lehet tudni. Tehát ez az egész inkább úgy néz ki, mint egy szexhirdetés. Maga a kép, meg hogy hív bátran. Hát ez a hív bátran, mi a szöveg? Azt 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hív bátran, és ráadásul egy olyan hirdetés alatt vagy, illetve tetszik lenni, ami mondjuk úgy szól, hogy Dúskeblű Pécsen ismerkedne. Tehát, hogy az egész nem egy társkereső oldalon volt, hanem inkább egy szexhirdetés. Nem tudtam, drága szívem, hanem a lányom azt mondta, hogy ez megjelenik több helyen, mert állítólag az interneten is, én nem használok internetet, és hát az az igazság, hogy van ilyen okos telefon, de hát mindig elnyomkodom meg minden. Azon és ez most kinek ketyeg ez a 0690? Hát a lányának. Ez most a lánynak ketyeg, Olga néni? Mert Olga nénnek most összetettünk már ebben az alatt. Én telefonomon csörög, amíg ez a hirdetés megy. Ja, értem, értem. És mocskos gondolatokkal telefonálnak férfiak, vagy eddig csak kellemes beszélgetés volt, és Olga néni kedvenc főztjéről érdeklődtek. Félreértik, vagy... a nincs határ. Hát belementek ebbe, hogy mit jelent a nincs határ. Hát a kedvenc főztömre nem hiszem, hogy kíváncsiak lettek volna, de az az igazság, kedvesem, hogy inkább tudod, miről érdeklődtek, ami miatt nekem nem túl szép gondolataim támad. Hát, hogy milyen házba lakom, mennyi a nyugdíjam, meg ilyesmi. Ja, fiatalos a hangod, tehát nem tűnik, nem tudom, 82-nek, vagy 85-nek. Hát édesem, azt mondják, hogy 60-nak se nézek ki, mert nagyon jól tartom magam. Aha. És akkor ez egyfajta kis... Tornázol. Irándulok, azért próbálom magamat úgy karban tartani, hogy az jó legyen. És ez akkor egyfajta nyugdíjkiegészítés tulajdonképpen? Hát most ezt megint nem értem, kedves Balázs. De jó vagy. Dehogy nem érted, kedves Balázs. Dehogy nem érted ezt. Hát én egy emelt díjas telefonról hívlak. Tehát ez valakinek valószínű, hogy ketyeg. Tehát akkor ebből valaki pénzt keres, rosszul gondolom?
Hát én azt nem tudom, mert mondtam neked, hogy egy hirdetést adtunk föl, ami pénzbe került, azt mondta a leányom, hogy ez megy hétfőtől péntekig, és addig, hogyha nekem van olyan szimpatikus jelentkező, akivel randevút tudok. Értem, tehát finoman futtat a lányod. Hát ezt nem, végképp nem értem. Nagyon jó. És így a hang alapján egy Balázs szimpatikus annyira, hogy esetleg valahol összefussanak egy beiglire? Zserbóra írt. Az a zserbóra. Beleszúrt villával. Na, Olga, nagy játékos vagy te. Jó, és a lányod mit csinál egyébként? Tudhatjuk, hogy mivel foglalkozik? Igen, drágám, könyvelő a lányom. Ja, igen, könyvelő. Szerencsés, mert ő félnél van. Azt hittem, hogy két hirdetés elejjebb őt is megtalált. Igen. Nem csak azért tényleg, mert olyan tényleg sokkal fiatalabb a hangot, hát a 82 évesek azért nem így beszélnek. De értem én, akkor te csak ártatlanul bekerültél, te csak társat keresel, de közben... Olga, hány ilyen hívás van naponta? Én nem tudom, de a lányodnak már vettem egy kisebb lakás, gyerekek, mert hogy ez az én telefonszámom. Azért kérdezgetünk. 2-45 percenként csevegjetek. Hát édeském, most így reggel, amikor fölébredtem, akkor utána ketten hívtak föl. De hát az egyik fiatal úr, az 26 éves volt, és hát mondtam neki, hogy felejtsük el a fiatal. Na, óriási. Hány éves vagy valójában? Hát édesem, mondtam a koromat, hát most, hogyha te nem hiszed, nem, el, az bennem van, bennem van. Hát egyébként sem illik a hölgyektől ilyen. Az igaz, ez egyébként igaz. Hallgatsz bennünket? Ismered a műsort? Ismerem, és szeretem is a Morning Show-t, általában azzal szoktam ébredni. Helyileg merre vagy, ha én találkozni szeretnék veled, akkor hol tudnánk? Csak kérdezem. Én debreceni hölgyemény vagyok, drágám. Debrecen. A minden itt jól messze vagy tőlem, aranyom. Jó, hát egy bevállalós minden megér. Vigasztáld magad azzal, hogy most kifizettél nekik egy szoboszlói hosszú hétvég. Hogy hívják a lányodat? Hogy tudhatjuk, csak mindegy. Angélának. Angélának jó utat kívánunk az Egerszalóki Wellness szállodában. És gondoljatok rám, ha ültök 10 órakor a jacuzziba, hogy ez Bali fizette. Kiváló üzletember, kiváló könyvelő. Hát és csodálatos is gyermek. Egy Egerszalóki út, megmondom őszintén. Igen? Nekem is rám férne egy kis wellness, igen. Egy jó kis wellness. Hát, beszélgetünk még egy 5 percig, akkor megvan az is. Beszélgetünk még 5 percet, az egész család elmegy. Olga, puszilunk téged, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul. Képzeld el, ezt a hallgatónk találta meg valamelyik újságban, és küldte el nekünk, hogy milyen érdekes egy 82 éves nagyi párt keres nagy magának, és mindent bevállal. Örülök én is, hogy hallottam a hangotokat, és legalább ilyen vidám napot nektek is. Köszönjük. Puszi, jó egészséget. Szia, Olga néni. Puszi, ciao, hello. De nagyon meglett a vezetve, gyerekek. Ez ahogy akkor lehetett tudni. De nagyon-nagyon-nagyon meglettünk vezetve. Atya úristen. Tehát miről van itt szó tulajdonképpen? Tehát azt mondom, hogy én akarok pénzt keresni, ártatlanul beszélgetek, gyanútlan embereket eljátszom, hogy idős vagyok, valaki felhív egy 0690-es számon, a fele megy a szolgáltatónak, a fele nekem, és vinámon 200 forintért percenként csevege, kiéhezett, nem tudom, férfiakkal, akik mondjuk gerjednek az idősebb nőkre. Ennyi? Ennyi. És egyébként 40 éves tettem. Vagyok, nem Olga vagyok, nem debreceni vagyok, és nem könyvelő a lányom. Nem? Nagyjából ennyi volt és a valós. És soha nem lesz köztetek egyébként rendes soha kapcsolat. Soha semmi, hát sem beszélgettek. Erre gerjed valaki, hogy egy magát 82 évesnek hazudó nővel beszélget telefonon. És aha. Ettől neki jó. És hát ezt te kifizeted, neki is jut egy kicsit. Tehát úgy volt Olga, hogy a Jani Sanyi. Nem? Tehát körülbelül is volt 82 éves, mint ahogy a 73. De ugyanakkor meg zseniális, hogyha belegondoltunk, mert gyakorlatilag a horog, a csalival ez a három mondat volt. Hát gyerekek, mondjuk ez a fotó alapján, aki felhívja, az akadjó horogra, az megérdemli, mert ott van azért egy... 82 éves vagyok, és nincs határ, és ma már mi voltunk a harmadik. És fél tíz. Igen. Remélem, Angéla jól érzi majd magát valahol. Valamit ki kell találnunk, valami szöveget. Valami idősorokon valahol. Azt írja egy hallgató szenzációs SMS, jól behúzott benneteket, Bach Szilvia. Geniális. Jó, hagytuk magunkat átszenni. Drága hallgatók, ha látok hasonlót, akkor nyugodtan, jó morning show, kukac.klasszfm.hu, küldjetek el az e-mail címünkre, úgy gondoljátok, hogy hívjunk föl, valakit járjunk utána, derítsük ki, járjatok ti is nyitott szemmel, egy hirdetés az újságban, bármilyen, ami felkelti az érdeklődéseteket, nyugodtan küldjetek el nekünk, ha van rá időnk és témáink engedik, akkor nagyon-nagyon szívesen egyszer-egyszer rácsörgünk így valakire, egészen nyugodtan.
nyugodtan. Ahogy ez Dávid is elküldte nekünk, bármi olyan, ami nektek tetszik, látjátok, röhögtök rajta, vagy úgy gondoljátok, hogy mi kicsit utána tudunk menni a dolognak, morningshow@classfm.hu, küldjetek el, felhívjuk. Így ahogy Olga néni. Így van, és hogyha most esetleg a hétvégén látok egy vidáman pesgőző idős hölgyet Egerszalonkon a jacuzziban, akkor köszönjetek nyugodtan oda, hogy csokolom Olga néni. Olga néni és Angéla egy nagyon drága száraz pesgővel kocint, és azt mondja, hogy köszi Bali, akkor igyatok ti is. Igen, tényleg. Mennyi? Ott van, hogy percenként mennyi? Ilyenkor oda kell írni, azt tudod? Lehet, kis apró betűvel, nem, nincs alatta. Nincs kis csillag, volt semmi? Mindig fel, nem kell feltüntetni? Aha, nem, akkor lehet, hogy az ezres. akkor lehet, hogy nem, igen, Egerszalókra mennek, hanem külföldre. Na jó van, tényleg, ha láttok ilyet, nyugodtan küldjetek el nekünk, jó? Ügyesen csinálta, azért ezt tegyük hozzá. Bár a hangja alapján azért azonnali bukó, igen. Játszunk, már is itt van a hallgatónk, hármas ugrás játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ez repülős Gizi volt, fiúk. Lehet bennünket szépen, igen. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Bence! Ciao! Hello! Honnan hívtál minket, Bence? Hát jelenleg autópályán vagyok, egy pihenő helyen megálltam, és 60 felé tartok. És mivel foglalkozol? Egy üdítő cégnél boltokat mérek fel. Bolt felmérő vagy? Az azt jelenti, hogy kimész és megnézed, hogy jó polcokra rakták-e az üdítőt? Hát mondjuk, aha. Egy kicsit bonyolult a vennél, de hát igen. Tehát ilyen területi képviselő jellegű dolog, mész és ellenőrzöd a boltokat. Hát hasonló, igen, igen, igen. Hűtőket, polcot, igen. Nagyon szép diszpléjeink vannak, úgyhogy ezeket. Az jó. Az jól hangzik. Jól van, Bence. Milyenek a kérdések, Jani? Erős közepes. Erős közepes? Erős igen. Közepes. Újítottál kicsit. Na nézzük, mehetünk? Menjünk. Így szól az első kérdés, figyelj. Melyik mesefilm kapta idén a legjobb animációs filmnek járó Oscar díjat? Atya. Fú, Agymanó? Az. Láttam valaki, jó? Imádni való. Fú, nagyon jó. Tényleg? Nagyon. Jó? Nagyon szellemes. Mi jön a második kérdés? Hát persze. Itt szól a második kérdés. Melyik legendás magyar sportoló eredeti neve Purzelt Ferenc? Ugye itt egy eredeti nevet keresünk, mire az van meg, és ugye hát... Purzelt Ferenc, így hívták. Ez volt az eredeti neve. Ki lehet ő? Hát, nem tudom tudni. Csak az eleje. Pu és Ferenc. Na, hogy folytatnád a Put? Pu Ferenc. Híres. A leghíresebb magyar sportoló. Puskás Ferenc. Puskás Ferenc. Puskás Ferenc. Puskás Ferenc. Egy, az a könnyű, közepes kérdéssor. Hát ezt így mondanánk. Igen. Puskás Ferenc. Igen. Jézusom, igen. Az ember, akinek a nevét bárhol kimondod a világon, mindenhol tudják, hogy ki ő. Igen, hát zavarba vagytok, srácok, de köszönöm szépen a játékot. Köszi, mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Jó, legközelebb, jó? Köszi, Bence. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ismerem a némi nénit, írja egy hallgató, sajnos nem kamu. Tehát van valaki, aki a hang alapján megismerte a nénit? Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Gábor, halló, te ismerted a nénit? Elvileg Olga nénit, akivel mi beszéltünk? Igen, hát... Kóstoltad a pitét? Nem. Kaptad a marlenkáját? Nem, hát ez a sztori úgy volt, hogy ugye itt volt egy karácsonyi vásár minden évben itt Debrecenben, és nekünk minden reggel beszélgetett ott velünk, ugyanezt így elmondta, meg mit tudom én, és hozott pálinkát. Le akart itt. De már mit mondott el? Azt mondta, hogy hívjatok, mert van egy 90-es számom, és azon nem, elértek? Vagy hogy ismerkedni hát akart magáról. Igen, ismerkedni, igen. Ja, hogy magányos. És szeretne egy társat találni. De a hang alapján ismerted meg, hogy Olga igen. És... Igen. Tehát akkor az Olga is timmelt. Igen. És ő felajánlkozott, vagy mondta, hogy itt vagyok, magányos vagyok, jött a vásárba hozzátok? Hát konkrétan nem. Aha. De hát ott volt minden reggel. Ja, hogy ott volt minden reggel, de igen. Nem azt mondta, hogy van egy 90-es számom, hívjatok nem. Ezen, aha, csak beszél. Hát akkor egy idős néni, aki szeret fiatalokkal beszélgetni. Hát ez jó. Ezzel nincs jó. Baj.
Csak hát gondolom, a lány azt gondolt, hogy na, itt van, ja, anyuka ezzel a kis mániájával mindig megy ismerkedni, mindenkit jött zsibbaszt, hát minél egy kis pénzt is keres. Ja, igen, egy Olga, egyfajta modern társalkodó nőként beszélget veled, akkor jól lett mindenki a megfelelésű. Igen. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Nincs mit. Ciao. Hello. Hát nem kamu. Jó, de a nincs határ az mit jelent, hogy beszélgethetsz velem Jávor párról? Igen, hát bármit. Nézd, belementem volna, hogy mi nincs határ, és hol álljunk meg, és tehát csak nem tudtuk kideríteni, mert hát egy élő rádió műsorban azért nem tudsz belemenni abba, hogy miben nincs határ, de hát lehetett volna ezt boncolgatni. Na jó van. Olga néni pitája a legjobb, ezt írja valaki. Igen. Mindenesetre sok sikert kívánok Olga néninek. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel jövünk nem sokára. Nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva, jönnek a megfejtések, hogy ugye volt Olga néni, annak a lánya Angéla, és Dávid, aki betelefonált, Angéla férje családi vállalkozásban nyomják, és gyorsan betelefonált a hallgatónk tisztára mosni Olga nénit. Tehát jönnek az összeesküvés elméletek, hogy hogy most gyorsan valaki azért betelefonált, hogy Olga néni bizniszét tisztára mosni, nem ismerem a nénit tényleg, és kiderül, hogy Olga néni lányának a férje mondjuk. Nem? Vagy Dávid maga a futtató. Tehát ez is lehet, aki gyorsan jelentkezett nekünk, vagy írt nekünk SMS, hogy nem, hát ezt a sztorit most valahogy menteni kell, mert Olga néni picit lebukni látszik, telefonáljunk be a Balékhoz, mondjuk el, hogy nem, Olga néni eredeti. Ott járkál mindig a nem mondott semmit, ott járkál mindig semmit. A debreceni vásárban. Hát most azért ez így nehéz elmondani. Sőt, minden ilyen pikánsabb felvetést ő élből rögtön tagadott, és egy picit kiskérte magára, nagyon kulturált volt. Igen. Vagy Olga néni fia volt, ezt Kazi írta nekem, hogy mosni kellett a mutert, igen. Egy állandó kulcsafta ki írj le. És féltékeny. És többen azt is írják, hogy Dávid volt maga Olga néni, de az egy női hang volt. Az egy női hang volt azért. Már, itt már minden van. Igen, ez egy női hang volt szerintem, legalábbis Olga néni alatt, akivel mi beszélgettünk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Korán reggel egy nagyon helyes Twitter üzenetet boncolgattunk. Nagyon emberi a történet, mi nagyon szerettük. Egy nő kiírta magából Twitteren az első randin átélt kálváriáját, ugyanis leírta, ugye, hogy találkozója volt egy pasival, a fickóhoz ő felment, és a dolgok úgy alakultak, hogy a pali lakásán kötöttek ki, el kellett mennie WC-re, és hát itt jött a filmbe élő bonyodalom, nem tudta lehúzni, így kénytelen volt a WC tartalmával valamit csinálni, és maga ez a Twitter bejegyzést azt boncolgatja, hogy az első randin, amikor minden milyen szép, meg minden milyen gyönyörű, mit csinál az ember a nagy barna kúrával? Ugye, ahogy mi is kiváltottuk ezt, a makas csoki golyóval, vagy ahogy hívtuk a rebellis hurkával, mit csinálsz? Mit csinálsz te a rebellis hurkával? Szenzációs Twitter bejegyzés volt. Erről beszélgettünk, hogy ez egy nehéz helyzet valójában. Illetve vendégünk volt, és egy nagyon jó beszélgetés készült vele szerintünk legalábbis, Balog Otto, az első magyar, aki indulhat a jövő évi alaszkai Iditarod kutyaszánhúzó versenyen. Hát elképesztő elszántság kell hozzá, 1800 kilométeres távról van szó, 9-12 nap alatt teszik meg, mínusz 30 fokban, naponta 200-250 kilométert húzatva magukat, bölények és jávorszarvasok közepette messzi Alaszkában, és hát szenzációs történeteket mesélt, hogy készült, hogy jutott odáig, és milyen az, amikor az ember megvalósítja gyermekkori álmait. Talán 6 évesen olvasott ugye egy Jack London regényt. Hát vagy felolvasták neki. Vagy felolvasták neki, igen. Még korán megtanult olvasni. Olyan is van. Igen, szenzációs dolgokat mondott, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 óra lesz pontosan. 9 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ott nagy élmény hallgatni. Elképesztően jól beszél, és annyi története van, hogy még holnap is beszélgethetnénk vele. Nem? Milyen jó lesz azért, ezt megcsinálja. 1800 kilométeres táv. Úgy nyugdíjas korodig ebből azért el vagy. 16 kutyával, te egyedül, és a nagy pusztaság, meg a nagy hideg. És a bölények és a jávorszarvasok. Nem? Szóval egyébként elképesztő lehet. 10 napon keresztül napja 1 óra alvással, adott esetben folyamatos életveszélyen. Igen, hihetetlen. Jól hangzik, hát és nagyon kemény. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt, srácok! Hello. Egy zenét szeretnék ajánlani, amit az Abba Ázsi is szokott. Én rögtön ezzel kezdem, illetve nem a zenét fogom említeni, hanem egy kérdést intézek hozzátok, körkérdés. Ha csak egyetlen mondattal, egy nagyon rövid mondattal lehetne definiálni, kinek mit jelent a boldogság?
Jézus, szerint, 10 órakor, amikor az ember fáradt, már beszélni nem tud a 4 óra után, annyira fáradt. Pont a legnehezebbet érdem. Egy rövid mondat. De ne elhülyéskedj, de tényleg ne hülyéskedjétek el. Tehát komolyan. És nincs rá idő gondolkodni. Tele a kamra sonkával. Oké, Feri megválaszolta, Balázs. Szerintem a boldogság az, amikor a lehetőségeid meg a vágyaid találkoznak. Ez már tudtam, hogy komolyan. Bocsánat, ne arra úgy, csak így érted. Ja? János? Ja, ha elkerülnek a hülye kérdés. Egy kaja, egy mély és egy vicces. Igen, elkapsz, nem véletlen a nagy trió. Én azt azért kérdeztem, mert van egy dal, ami szerintem Mező Misi zseniálisan fejtegeti, hogy neki mit jelent a boldogság. Ja, és ezt szokod lejátszani. Persze. Egy szó miatt. Nem. Ezt mindenképpen szeretném megmutatni. Jól van, jó? Meghallgatjuk. És köszönöm a lehetőséget nektek. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Egyébként, ha van Gábor nevű ismerősötök, ma van a névnapja. Gabi, hát egy palacból. Tényleg. Na, nem. Itt pont az a poén, hogy mész tovább, jó a naphallgatója. Ne, hát Feri, még mindig nem, tőle. Még 8 év után se tudod, hogy egy ilyen poénra mit kell. Hát de mi most adta nekem? Gábor, nincs, hívjuk a naphallgatót. Ezt nem bort adunk egyből. Most adta nekem a Gabi. Azért gondoltam vissza. Megölni jól egy ilyen poén. Te gyíkos te. Ne haragudj. Morning, az bizony, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, Gábor, jól mondom? Igen, Gábor vagy. Nagyon helyes történetet írtál, ugye arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy az első randitokor mi az, ami balul sült el, és igen, te írtad nekünk azt a hosszú SMS, hogy neked becsipődött a derekad, a csajnak szempillant beletatarozta a szemébe, és végigültétek a filmet, ő végig sírta, utána pedig mentetek együtt az ügyeletre. Ő tényleg a feleséged? Igen, már a feleségem, Viktória, igen. Hát akkor jó találkozott jóval. Jó, igen. Jól sült el a dolog, bár hát ott röhelyes volt. Azóta röhögünk ezen. Ez egy sikeres mozizás. De jó, mert neked te is szenvedtél, ő is szenvedett, helyes persze, volt. Persze. Te ilyen Woody ellenes filmrészlet. Helyes te volt a történet. Gábor, van egy ajándékcsomagod, mondtad, hogy Morning Show, úgyhogy küldjük neked, illetve jaj, ha jól szerint látom, akkor egy-két plusz ajándékod van a reklámblogban, meg tudod hallgatni, hogy jaj, de jó, mit kapsz. Hú, még. De jó. Köszönöm szépen. Donald Kacsaként is. Donald Kacsa. Én voltam a Donald Kacsa is. Amikor másodszor beszélünk adásban, igen. Amikor hangokat kellett utánozni? Igen. Nem hiszük. Nem hiszük, hogy biztos voltál. Majdnem diszkvalifikált azért. De biztos azért nem te voltál, nem hiszük, tuti nem. De jövök. Kérem? Hogy? Micsoda? Mit mondtál, Gábor? Létszik, még egy kicsit létszik. Itt állok az utcán, mindenki röhög rajta. Nem baj, egy picit még 5 másodpercig told, létszik. Jelenleg mindjárt elvisznek. Ez a jó ebben a műsorban, hogy bármikor bármi megtörténhet. Senki nem tudja kiszámolni, mi lesz a következő. Soha nem tudhatod, hogy mit hagysz ki, ha nem hallgatsz ki. Gábor, küldjük az ajándékcsomagot, köszi. Köszönöm szépen, köszönöm. Ciao, hello. Ő volt Donald Kacsa. Gyönyörű. Nagyon jó. Ezt is megtudtuk. Gábor jön a Kívánság műsorral, a másik Gábor 555-55-00 a telefonszám. Ha szeretnétek dalt kérni, akkor hívjátok ezt a számot, vagy írjátok SMS-t. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.